kormány mögött, vagy kint az utcán. Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello Feri, hello Jani, hello! Hello, szevasztok! Jó reggelt! Ez a Tapsa hétfőnek szól, egy újabb csodálatos hét, gyerekek, elkezdődik ebben a pillanatban. Csak 4 napja esik. Hát az figyelj, komolyan mondom, hogy ezt nem is tudom hova tenni. Az oké, hogy egész hétvégén, de hogy ma reggel már az ember úgy jön ki, hogy talán majd most nem. Erre szakad az eső megint. Hát ennyi eső nyáron nem esett 3 hónap alatt, komolyan, nem? Így van. Mint az elmúlt 3 napban megint. Legalább egy kis hó lett volna belőle, de az sem. Valami, hát ami a tére emlékeztet, bármi, egy kis ónos eső, úgyis olyan régen volt. Vagy a... Jaj, de jó. De jó lenne egy kis ónos eső, de már csak másfél napig fog. Na, mert tényleg? Holnap már azért jó kis idő lesz, nem is mondanak nagyon esőt, akkor már szakadozik a felhőzet. Szerdán, csütörtökön, pénteken meg kifejezetten jó idő lesz, állítólag. Lesznek már mínuszok is, de csapadék nem lesz. Ez jó hírnek tűnik. Nekem jó a csapadék is, nem baj, ha esik az eső, de ez a 3-4 fok és szakadó eső, ez szörnyű. Gyerekek, hát ez szörnyű, az ember nem mozdul ki a házból, lakásból, otthon vagy, nem? Zárt programokra mész, és gyorsan rohansz az utcára, hogy ne kelljen kint lenni. Tegnap tudtam a gyerekkel kimenni este egy fél órát sétálni. Mielőtt elmentünk a havasi koncertre. De fürdősapkába volt. És fél óra után én mondtam Beninek, hogy jó, kutyáltatás ide-oda, elég volt, menjünk vissza, szakad az eset, hagyjuk. Tehát, hogy én értem, hogy a kutyák éhesek. Úgyse örülnek neki a gazdiai, hogy állandóan teledobáljuk. Igen. Ráadásul nem annyira szereti az almáspitét, úgyhogy ne hagyjuk tényleg. Úgyhogy szakadó eső, gyerekek. Szakadó eső. Lennetek kéne egy kutyát. Egyébként igen. Semmi más nem hiányzik nekem most. Az masszív egy évig tartó ordibálás mellé, ami most vár rám, már pillanatokon belül, most még egy kutya. Csináljátok azt, hogy komolyan. Az illúzió is megmaradjon, hogy vegyétek meg azt a kutyát, amit most etettek. Tehát, hogy ahova jártok, mit tudom én, szomszéd bácsi, én kutyát. Van egy vízla. Na, tök jó. Vegyétek meg azt a kutyát. De várjál, úgy, hogy ott marad a szomszéd? Persze, jó, mert az illúzió is megmarad. Eltetitek a szomszéd kutyusát, nem hozhatjuk haza, hiszen az a szomszédé, Beni. Hát már kicsit ez van. Igen, ez a hozzuk haza, nem hozhatjuk el. De megetetni megetethetjük, gyere, etessük meg. Na jó, gyere, most már álmos a vízla, úgy hívja, hogy vízla. Megy vízla, hogy ez fog vízla. Ennyi. Nagyon jó. Tehát nem bonyolítjuk túl a névadást. 3-ra Beni, lendíts meg, bedobjuk a kertbe a 25 kilós kutyatápon. Epszi! A kutya többet van kint, mint bent, úgyhogy bármikor arra vagyunk, vagy ott vagyunk, hogy elmegyünk a kerítésre, a kutya ott van. Úgy, de jó háziőrző, mert mindenkire ugat az utcában. Azt mondjuk bírom, mert nem tudnak bejönni. Nagyon. Egy vizslától. Figyelj. Hát legalább elriasztja őket. A kutya jelez állandóan. A vizslának a gumivatka csak el, azt dobjatok be neki. Visszahozza. Már játszottunk olyat, hogy a kerítésen túl eldobtuk a labdát, visszahozta, kiadta a kerítésen kívül, és 10 percig labdáztunk úgy a vizslával, hogy nem tudtunk bemenni. Tök jó. És tök jó a kerítésen keresztül, nem ugrál föl rád, ha sáros a lába. Szerintem ez így a jövő, tartsunk így kutyát. Igen, tartsunk mindenki kutyát a szomszédban. Az a baj, hogy egyszer körbeér, és te is kapsz egy. Az igaz. Igen, mindenki a másik kutyát tartja, előbb-utóbb nekünk is lesz egy, igen, előbb-utóbb körbeér. Na mi újság, kinek hogy telt a hétvége? Gyönyörűen. Jó volt? Gyönyörűen. Én Mikulás ünnepségem voltam szombaton. Na, már ilyeneket is válasz? Persze, de nem én voltam a Mikulás. Nem. A Mikulás csinálás az csak szívből, tehát hogy Mikulás legyél, az más, de volt. Azt hittem egy jó halkimon. De? Kaptad gyorsan, leadtál egy számlát. Nem. Ingyenesen voltam egyébként a kedvenc kicsi Velencémbe, mentem el. Ott volt Mikulás ünnepség, úgyhogy én azt csináltam szombaton, vasárnap meg ilyen családos gyerekes banzáj volt. Ez volt tegnap, azt hiszem, ugye? Nálunk is tegnap család gyerek. Nálad is? Na igen. Na jó, így első az eső, nem tudsz hova menni. Itt tudtunk, azt látod rajta. Aha. Hát ez szabadul sport tevékenység, rossz ide, ahol tekintettel. Adventet meg kell ünnepelni. Hát így van, második értem. Vasárnap. Hát ez a különbség a közt, amikor jó idő van, mint amikor most ugye nem volt. Hát, igen, ha jó idő van, akkor kint iszol. Akkor kint iszol. Persze, így meg bent. Ennyi, akkor kerteiség. Úgyhogy ennyi. Hát mindenki várta, gondolom, a Mikulásnától szombat reggel vagy péntek estére érkezett. Nálam mindig reggel jön. Nálam is. Rendes az a Mikulás, hogy 6-án reggel. Most volt a Mikulás hétvégén. 6-án reggel, igen. Ne felejtsél el ajándékot tenni. Tényleg. Jut eszembe. Hát majd hazafele valami. Majd karácsonykor. Karikor. Egy becsomagolt répa vagy alma, nem volt sem. Egyébként. De volt benne, egy hűtőbe csomagoltuk be. Éppen volt. Ennyi. Ért, narancsot akarsz? Ott van az asztalon. Olyan jó, ez olyan kis varázsos, nem, hogy a gyerekek nagyon várják. Édesem. Péntek este a világ összes cipője, csizmája ki volt rakva az ablakba. Mondtam, hogy gyerekek, csak egyet. Tehát, hogy egyet takarítsák ki rendesen, azt tett föl. És
első részt, a talpat is léci. Ne, hát odáig nem jutottunk el, de az összeset ki kellett rakni, tehát ilyen végig sor, kirakva, és akkor szent áhítat, soha nem keltek hatkor a gyerekeim, szombat reggel természetesen látom, Soma óvakodik ki, apa így megnyitott, azt mondom, mondom, még nem jött, menjél vissza, még nincs itt, még nincs itt. Még egy órát legalább. Még egy kávét innia kell. Nekem elfelejtette szombat reggelre, tök jó, mi is meg kicsi kipucoltuk a csizmát, meg minden, és aztán szombat reggel fölkelt, és úgy csinált, mintha átlagos szombat reggel, és akkor mondtam, hogy jött a Viki, és kérdezte, nem hallottál, amikor pogást kérdezi. Nekem meg nem esett le, mert én is elfelejtettem, hogy úristen, kopogtak, mondom, ki kopogolj. Nem úgy, hanem hát olyan kopogást. Ja, mondom úgy, és akkor amik Benének is fölcsillant a szembe, hogy akkor lehet, hogy van valami a cipőben. De elfelejtette, nagy izgalomban lefekült, és annyira izgult, hogy reggel elő még ezt elfelejti. Nem jutott eszébe, hogy úgy csinált, mint hogy egy átlagos hétköznap reggel lenne, kérte az ajándékot. Úgyhogy minden szombat reggel ajándékot kér. Hát, és kapott is. Hiszen szombat van, apa, és a szombat és a vasárnap ajándék. Az ajándékról szól, igen. Sütit tejet kapott a Mikulás? Hát az ennyire nem. Nem volt? Nem. Nem. Hát nem macska ez, hogy tejet tegyünk ki neki. Tényleg, és szoktunk neki kitenni egy sütit. Tényleg, és éjszakad eljössz, és megiszod? Ez összezavarja csak a gyereket. A Mikulás valójában egy macska, tegnap este láttam. Alszanak, még fél hétig lehet. Nem, alszanak már. És akkor tudod, hogy ha nem éjszaka, nem... Az 1-6-os laktózmentes tejet öntsem én ott pohárba. Hát dehogy öntöm. Hát annál azért az drágább te, hogy én az kiöntsem. És éjszaka meg a felét öntsem vissza. Megálljál a cica, érted, és aztán azt hallod kintről, hogy a gyerekeny. Nem mész innen! Van macskájuk? Hát ha majd kirakják a tejet, lesz. Nem mész innen! Alapjából a gyerek nekünk nincs oda nagyon a Mikulásért. Ő magáért a Mikulásért. És erre ide jöttem rá. Jó nálatok, Kassza Tibi vezette be ezt a fétista családba. Nem szereti. Tehát, hogy... Voltunk ezen a bábszínházon, ami ugye fönn van az Instán, ott kiszúrta, hogy mi van, szombat reggel, vagy az oviba elmondta, hogy volt, de nem nagyon ment oda, mert inkább birkózott az egyik ovistársával, és nem érdekelte. Az ajándék maga érdekli, amit hoz a Mikulás, de a Mikulás maga, rájöttem, hogy nem egy. Nem rázza. De ki a kedvenc? A Nyuszi, Jézuska? A Jézuska. Jézuskáról nagyon sokat beszél, még évközben. Valentin. Igen, május egy. Május egy és novemberét. Május egy novemberetet nagyon szereti. De maga a Mikulás valahogy vagy fél tőle, vagy úgy nem haverok. Nem haverok igazán. Tehát nincs ez a menjünk el, fogjuk meg a szakállát, nézzünk ki az ablakon, hogy itt van-e, integessünk neki. Totális idegen. Mondom, Kassza Tibivel rontottátok el az egész biztos. Lehet, hogy ott volt. Tavaly volt, vagy tavaly előtt. Tavaly előtt volt. Tavaly voltam én, azt hiszem. Nem. Tavaly előtt volt a kassa, és 4 éve voltam én, te jó, és ez már olyan régen volt. Atya Isten! Mikor én öltöztem be, itt volt a főpróba, és utána... Három éve volt, tavaly kassa. Szóval nem szereti ezt a Mikulás történetet valahogy. Ebben a sorban így már nem is csodálom, hogy... Minden gyerek olyan nagy áhítattal nézi a nagy szakállát, meg, és úgy a gyerek nem. Valahogy úgy ez nem érdekli. Nem tudom miért. Nem bánom egyébként. Pirosra ugrik? Lehet? Vagy a szakára? Hogy ugrik? Hát a gyerek, hogy így nem, elugrik előre. Ja nem ugrik, nem ugrik el azért. Nem, csak Mikulás! Kérdezem, hogy Benni pénteken volt az oviba? Igen, és mit csinálta? Verekedtünk. És hol? Oda mentél hozzá? Nem, miért nem? Mert hogy inkább birkoztunk. Tehát, hogy nem. Már de hogy érted, hogy a pirosra ugrik a teltmelő milifeket kedvére gyerek? Piros meglátja. Mondja, apa, nézd, Milf. Mondom, igen, tudom, látom. Oda már is mozódik. Gyere, kapsz egy barátkot. A vád fia vagy. Gyere csak bele, pirosra ugrik. Szóval nem, olyan traumatizált a Mikulás által, úgyhogy lehet, hogy tényleg elkövettünk valamit régebben, ami megmaradt a gyerekben, de minden jobban érdekli. Tehát, és a csomagnak se örül reggel. De maga az ajándék, hogy hozza, meg szánkó, meg stb. Na. Az igen. Egyébként mondom. Ilyenkor meg tiszta anyja. Igen. Anya is megy a csomagra. És jó, örülök, mert nem kell erőltetetteni a Mikulás ünnepségekre vinni. Az tök jó. Oviba le van tudva, és akkor nincs ez a még hívjunk egyet, meg még jöjjön át, meg még menjünk el. Mert tudod, vannak gyerekek, akik üldözik a Mikulás, és még vasárnap még is azt nézik, hogy még oda is menjünk, mert még ott is van a Mikulás, tudod. Na ez nincs, és ez valahol egyébként tök jó. Hétvége jó volt? Jó volt, hát nálam, hát persze, természetesen egy-két csomagot az egy gyereknek is hozott a Miki, szombaton ilyen kis molyolás volt, tegnap meg volt egy ilyen szabadidős sportrendezvény, a látássérültek szabadidős sportegyesülete, a LÁS megrendezte a második Mikulás futást kint a Margit-szigeten, és marha jó volt egyébként a dolog, nagyon jó pofa volt, ez volt az első ilyen jellegű futásom, amikor látássérültekkel, illetve vakokkal lehetett együtt futni kísérőként. És én egy Hunor nevű sráccal futottam,
Hunor levű sráccal futottam, akivel két kört teljesítettünk a Margit-szigeten, és össze voltunk kötve egymással. Nagyon speciális volt az egész történet. Kaptunk egy ilyen kis hangban. Mikulás sapkát. Azt mondja, hogy kaptam egy ilyen kis Mikulás sapkát is. Aha, meg egy csörgőt. Mikulás képessel, igen. Így van. Csengőt a cipőre, meg egy ilyen kis érmet is, úgyhogy teljesen rendben volt az egész, nagyon jó pofa volt a történet. Hát gondolhatjátok, hogy milyen szép idő volt, csak azt így mondom, hogy szakadó esőben. Igen, a szegények meg nem is látnál túl jól, még szakad is az eső. Hát meg azon a pályán mondjuk körbefutni látássérült. Nincs is még kész, nincs is még kész ugye a rekordtán. Úgyhogy nagyon kemény volt, több mint 700-an voltunk én, hát nagyon jó. A városban is rendezvény volt. Nem, ez csak a Margit-sziget volt. Mert a béka ment a városba tegnap, mi rokon látogatni, egy kicsit elengedtük őt, és ő mondta, hogy félmeztelen piros nadrágos férfiak és nők futottak. Nem, azt szerintem az egy másik volt. De Mikulásnak. Nekem ezt tetszik, hogy a Mikulás látok egyébként félmeztelen nőkkel futnak együtt. Azok nem mi voltunk. Az nem a mi rendezvényünk volt. Tetszik ez a fajta. Igen. És amikor ott futottatok a rekordtánon, és ránéztél az órádra, akkor mondtad, hogy mi ez, talán rekordtán? Rekordtán. Hogy ránéztél a stopperra. Nem volt ilyen, hogy ez rekordtán? Nem kérdezte senki? Várjál, szó vicces. Nem pénteken volt? Az pénteken volt egy órácska csak. De majd csak mondta, nem mondtad, hogy nincs kész a rekordtán. De jó, az nagyon jó volt. Egy vagy két kört lehetett teljesíteni, még kettőt toltunk Hunorral, aki egyébként meglehetősen rutinos futónak számít, már maratonista, tehát már a New York maratont például teljesítette, és hát több mint 20 félmaraton van a hátam mögött, amik közül saját bevallása szerint olyan 3-4-et nem másnaposan teljesített, úgyhogy elég rock'n'roll arca. Én szerettem ezt a fiút. Igen, azért is mondom egyébként, hogy hát semmiféle probléma nincsen vele. Össze tudsz hozni tekintetben vele? Sem. Persze. Mert akkor futunk, inni, iszunk, én se látok, ha leveszem a szemüvegemet, őt se látok. Tudod, először még így, tudod, így elindultunk, szépen óvatosan mondom, erre a srácra figyelni kell, mert ugye az egyik szeme 2%-os, a másik szeme meg ilyen 5-10% között látok, van. Igen, tehát, hogy azért nem sok mindent érzékel a körülötte lévő világból ilyen tekintetben. Egyébként meg olyan rock'n'roll arc, hogy ihaj. Tudod, így ilyen fél óra után, miután egy picit így beszélt a hobbiairól, meg az életéről, meg az élethez való viszonyáról, hát így elkezdtem rajta gondolkodni, hogy neki kell vezetnie engem inkább, nem pedig fordítva. Úgyhogy egy iszonyú jó arc volt, meg mindenki nagyon jó fej volt. Tehát az egész rendezvény marha jó sikerült, és mondom, senkinek a kedvét nem vette el ez, hogy gyakorlatilag szakadt az eső. Ától cettig. Úgyhogy jó volt. Na ez volt. Ez jó. Jó pofa dolog, hogy elvállaltad az ilyet. Ez jó. Meg az is érdekes, hogy, hogy így ő látássérültként azt az életet próbálja élni. Hát akár éli is. Tehát, hogy ugye, hogy van kétféle olyan sérült ember, van az egyik, aki nyilván eltemeti egy kicsit magát, és az is tökre érthető, de a másik féle pedig ez, aki a Hunor is, hogy fogja magát, és megy előre. Iszonyat és laza. Nem látok, mennyit csináljuk. Nem, és tolja. Jó, ez becsülendő. Igen, becsülendő. Az tényleg jó egyébként. Jaj, ki nézett tévéműsorokat, bármit volt, valami jó, én gyerekek teljesen kiestem. Szerintem nem veszítettél semmit. Tehetségkutatóknak álcázott show műsorok, valami semmi? Szombat este azt hiszem, hogy a... Belenéztél valamiben? Igen? A X-be, nem értem azt a zenekart, aki ki van festve. A Das Judas. Jaj. Das Judas? Így hívják azt. Igen, valami. Azt szerintem a mikorosztály már nagyon nem érti. Tehát, hogy van egy zöld egér, egy sárga egér, van a kapitány, vagy hogy hívják a főnököt, ő a zöldfejű, hogy azt miért kell? Hát ez az image-ek a része. Az elég sok ilyen zenekar van jelenleg is, meg a múltban is sok, akik ilyen mindenféle maszkokkal álcázták magukat. De részben azért, hogy ne derüljön ki. Együttes, igen, a Tabu együttes. Igen, hál' Istennek róluk soha nem. 20 éve volt. Igen, de bárkit be tudtál tenni. Tudod? Tehát, hogy a Tabu azért volt jó, mert egyet kirúgtál, másikat föl, senki észre nem vett, hogy kicserélted a főhős. Abszolút. Egyébként így zeneileg nagyon jók voltak, meg érdekesek voltak, csak így nem értem. Igen. Nem értettem. Egy érdekesebb szín volt így a műsoron belül, bár azt mondjuk cáfolán Tóth Gabi mondta valamelyik nap itt, amikor beszélt róluk, hogy hát sok ilyen együttes van, például a Kiss is, meg a Slipknot is, akik nem tudjuk, hogy néz neki. Hát de Gabi tudjuk, már ugye a 90-es évek elejé óta tudjuk, hogy néznek ki a Kiss tagok, illetve a Slipknotról, és pontosan tudjuk, hogy kik játszanak benne, de hát mindegy, nem kell mindenről tudnia egy mentornak. Na jó, de az elején még nem tudtuk, hogy ki a Kiss. Igen, az első koncert végéig. Amikor először felmentek a színpadra kifestve, akkor tényleg nem tudtuk.
Igen, gyerekek, én legalábbis azért értem a koncertről, hogy valami ízét néztem, kézilabdát, és bármikor a kézilabdára kapcsolok, én már rossz omen vagyok. Tehát, hogy itt 3 perccel a lefújás előtt még 2-vel vezetünk, és sose tudok úgy női kézilabdát nézni, hogy nyerjünk. Én nem láttam az elmúlt 5 évben úgy női kézilabdát, hogy megnyertük volna. Bekapcsolom 2-0, fogalmam nem volt, hogy mi történik. Oroszokkal, mi világkupa, EB, mit tudom, én nem tudom. Aztán képbe kerültem, hogy mi is ez. 2-vel vezetünk el, elmegyek, gyerek, legnézem, alszik-e, mi van, visszamegyek, már csak 1-el, mondom, jó, már csak 2 perc van, ez megvan. Visszamegyek, meg 1 perc, döntetlen. Aha, köszönjük, Balázs. Én nem tudok női kézilabdát nézni, gyerekek, hogy ott nyerjünk. Bármikor női kézilabdát nézek, vagy kikapunk, vagy döntetlen van. Akkor ne kapcsold be a tévét, nem nagyon fogom, kérlek. Tehát a magyar női kézilabda sport nevében szólalok most fel. Akkor ne kapcsold be azt a rohadt tévét. Ez most mi volt egyébként? Mondja már meg nekem valamit. EB. Én is most ezt én sem néztem. A döntetlen egyébként szerintem nem rossz, mert másban volt, ami érdekelt, tehát norvégok győztek, az nekem már elég volt. Azt láttam, hogy Hun Oroszország, tehát hogy nálunk van. És akkor ott képbe kerültem a győri új stadionban Győrben, óriási hangulat, meg mit tudom én, de hogy így egyszer nem tudok úgy megnézni a női kézilabdát, hogy ott valaki örüljön a végén, és az magyar legyen. Nem rossz ez. Én nem értek a kézilabdához, azt sem tudom, ez most jó vagy nem, vagy közepes, vagy milyenek az oroszok világviszonylatban, semmit nem tudok a magyar kézilabdáról. Gólra játsszák, a büntető 7 méterről, van ilyeneket. Igen, annyit tudok, hogy nekik szegényeknek ugye volt az edzőjük, aki nagyon beteg volt, és még úgy posztolgatott, és szegényként meghalt, és most új edző van. Ennyit tudok, ennyi az ösztön, hogy hányszor kell lepatintani a labdát, és semmit. Ennyit tudok a kézilabdáról. Ez pont elég. Nagyjából ez pont elég, nem? Meg azért nem kéne többet tudjam, mert akkor sűrűbben nézel, és akkor több meccset fogunk elveszíteni. Jó? Tehát te szokj el a magyar kézilabdára. És most így még jók vagyunk? Vagy most mi van? Hát most gyakorlatilag ez volt az első meccs. Ja, tehát, ez volt az első meccs? Igen. Aha. És jó. Még azért ne temessük a válogatót. Nem akartunk. Semmiféleképpen, csak tényleg jó játszott a csapat, mi is a végét csíptük el tegnap, és akkor ott pont ugyanebben a pillanatban kapcsolódtunk be, mi is, hogy 2-vel vezetünk, és aztán éreztem, hogy zavar van az erőben, akkor azt te voltál, köszi. Én voltam a másik oldalon, aki szintén oda kapcsolód, és mondtam, hogy jó, ez megvan, aztán elmentem. A meccs után kapcsolj oda, már vagy nézd meg végig az összefoglalót, vagy mit tudom én, nézd meg a portált, nehogy oda kapcsolj közben. Jó, én most direkt nem kapcsolok női kézilabdára soha. Illetve jó? Az ellenfeleinknél mindig, tehát hogyha a csoportunkban vannak olyan ellenfeleink, akik veszélyesek lehetnek ránk nézve, akkor oda mindenképpen. Jó, mondjátok, hogy mikor nem játszunk, és akkor oda kapcsolok. És mondjátok, hogy ki lesz, ugyaráljak, hogy az veszítsen. Jó. Jó, de a magyarokra nem fogok kapcsolni. Csak drukkolok neki fejben. Egyébként. Igen. Nem is tudom, szeretem a kézilabdát. De persze, a magyarok játszanak, akkor hajrá. Jó van, hányra nyertünk a múlt héten? 3-2. Az egészen tisztes helytállás. Meg mindegy is nyertünk, az a lényeg. Főleg, hogy már hét elején meg volt nagyjából. Igen. Gyerekek, két hetünk van. Na, csak mondom, egész jó voltál a múlt héten. Igen. 3 nyert szettel. Ott vagyok a szamárnál. Ebből még ezen a héten még kilovagolás is lett. Utolsó előtti teljeshetünk az évben. Bizony. És mindjárt itt van Kari. Annak a létsze számod már ki, hogyha most mind a két hetet elveszítjük, akkor az évet nyerjük el. Persze. Tudod, már így évvégén szoktak lenni ilyen számolások, bőven. Hogy ha ez történik, akkor izé... Ilyen 30-20-ra vezetünk, körülbelül mondjuk 57-et nézünk, még 52 hét, 30-20. Ja, jó. Tehát akkor, ha elveszítjük az év, akkor is a miénk. Igen. Ja. Bőven. Tehát gyerekek, hátradőlhetünk. Ha az évet nézzük, akkor abszolút. Abszolút megvagyunk. 2 teljes hét, meg 2 nap, abból az utolsó már csak zene, úgyhogy... Igen. Hát az a retro nap, azt megbeszéltük. Retro nap. Ja, amit egyedül csinálsz, persze. Ahol már ti nem vagytok, igen. Na jó, van, meghallgatjuk Ákos híreit, jó? Ha valaki szeretne velünk játszani, akkor nyugodtan írjon nekünk SMS-t. Egészen nyugodtan hívjon ki bennünket játszani. 7:30 van, pontosan jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 10:00 pontosan. 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy jó kis Hooligans dal után, ami ugye új, de mégse új, az ugye az első Hooligans albumon volt, és ez most egy Lou Bega remix. Vagy nem, micsoda? Nem. Egyel arrébb nézzél. Ja, Lou Bega, Jézus. És egy nagyon jó Hooligans dal, egy Lou Bega remix. Van még egy Hathaway remix, egy Lou Bega és egy Mambo No. 5 remixünk is. Nem, Lotfi Begi remix, igen, Lou Begát elnéztem. LL. Szóval, hogy igen, ez egy új, de mégsem új Hooligans dal. Az eredetit én jobban kedvelem, de jó, igen, ez az én paradicsom. Nem igen. Lát, nem hall, nem beszél albumról. Igen, ez a ez a kis műanyag szinti betét benne, ez annyira nem erős szerintem.
Viszont te, Andy, annyira jól dobol, pont tegnap láttam a Havasin gyerekek, hát ez valami elképesztő, hogy dobol. Hát ő nagyon jó. Vágja, veri, forog, pörög, az nagyon, nagyon, az nagyon, nagyon durva volt tényleg. És hallod benne a rendszert? Kettő, négy előjön. Mindezt ritmussal. Igen, tehát mindezt hát ritmussal. Hát és ráadásul először vissza. Ütni vágni egyébként, hogy három éves gyerek is tudja a dobfelszerelést, de hogy Andy dobol, abban még van ráció is, meg elképzelés, meg vízió. Tehát tényleg, tényleg jó egyébként. Na, új hetet kezdünk a játékban, ugye? Ez azt jelenti, hogy megnézzük, hogy ki a játékosunk, akivel mi már is játszunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, hello, szia, hogy hívnak? Melinda. Melinda, hello, szia. Melinda, igen, látom is, hogy Anna írja. Melinda, honnan hívtál minket? Adásról. Adásról? Igen. Nem adásról, mi és hol vagy? Adásban? Jézusom, hol van? Adás hol van? Nem is adás. Nem adás. 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 Ja, adás, adás, jó, adást értettem egy kicsit. Szakmai füle hallgató. Csak a rádió, érted? Csak a rádió. Igen. Más nincs is már, mint csak az adás. Adás, aha. És mit csinálsz ott adácson, Melinda? Hát jelenleg itt élek, nevelem a három gyerkőcömet. Három gyerkőcöt nevelsz? Én azt a mindenit. Mekkorák? A legkisebb 3 éves volt, a fiam ő 9 éves, meg van egy 14 éves nagylány. Ó, oh, jó, hát az, segít. Az jó. Igen. Az jó. Már a 3 évessel is túl vagytok a nehezén. Fogjuk rá. Igen, de jó nektek. Na, kivel szeretnél játszani, Melinda? Veled, Balázs. Nagyon jól teszem. Egy gyönyörű választás. Játszanánk, mi játszanánk, de hát persze. Ennek a fiúnak van még ebben az évben küldetése. Még ki kell lovagolnom. A hallgató akarata a szent. Igen, most mi van? Hol vagyok? A Szamáron. Szamár mellett. Figyelj már, és megyek vissza a szemétdombra, ha kikapok. Szerintem már benne maradj van a kengyelben a lábon. Maradjak a Szamár mellett. Hát. És innen, ha nyerek, fölülhetek a Szamár. Most már fogod a kápát, már benne van a kengyelben a lábad, most fogsz lendületet venni. És figyelj, ha ez megvan, felültél. Fent vagyok a Szamáron. Hol van már a régi tereplovaglás? Igen, mehetünk, Melinda? Mehetünk. Na figyelj, Jani. 3, 2, 1, van! Itt vagyok. Kérdezhetnék? Szeretnél? Szeretnék. Na figyelek, kérdezzél. Mikorra várjátok a picit? Kérlek szépen, bármelyik nap beeshet. És a párod hogy bírja? Most már egyre nehezebben, az az igazság, hogy egyre nehezebben. Keveset tud aludni, fáj a dereka, tehát most már úgy elege van a dologból. És ezt hogy viseled? Nekem is nagyon fáj a derekam. Mitől? Szimpátia terhesség. Hallottál erről? Persze. Te nehezen viselted? Így volt. Igazából kicsit. Kicsit. Hány iger az elején hasonló? Volt. Bőven. Hogy hívják a gyerekeket? Gabriella, Gergő és Vivian. Szereted őket? Imádom, persze. Mint minden anya. Úgy gondolom. Végén. Szép volt, Melinda! Köszönöm szépen, meg is van. Ráragyoztátok a napomat. Ügyi vagy, jól játszottál. Köszönöm szépen. Lassan, komótosan, megfontoltan, de olyan kis, igen, olyan kis jól, ügyesen. Úgyhogy megérdemled. Maradhatok ott, ahol voltam? Nem mondtam ki, tehát nem megyek vissza. Maradhatok, vagy vissza kell mennem? Melinda azt mondta, maradhatsz. Akkor maradok a Szamár mellett, jó. Jól van, Melinda, küldjük neked az ajándékcsomagot, ügyes voltál. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot nektek. Hello, viszont. Hello, sziasztok. Ciao, hello. Á, gyerekek, jó volt. Jó volt ez. Hát, jó. Na, hát. Passzívnak gondoltad? Nem, hát ha nyersz, akkor jó, nem? Ja, úgy igen. Már ez is fél siker. Ez is fél siker, hogy jó, nem volt. Csináljuk azt, és hogy most, hogyha ilyen döntetlen van, tehát hogy nem mondott ki te sem, meg a hallgató sem, a következő 2 hétben, akkor a hallgató döntheti el, hogy menned kell-e egyet jó. Vissza.
Jó? Legyen ez. Tehát ha rendesen hallgatok, akkor maradhatsz az állomásodon, jó, ahol épp vagy. Ha nem, akkor egyet visszalép. Ha kikapok, automatikus visszalépés. Ha persze, ha te mondod ki. Ha viszont nem mondom ki, és ő se, akkor ő megnyeri, de dönthet arról, hogy visszaüldöz, és azt mondja, hogy takarodjál hátra újra, aha, vagy maradj ott, ahol vagy. Ez a mennyire szeretnek a hallgatók jó című játékunk. Majd figyelj, hol fogok kikötni. A pöcegödör belül egy kis gödörben ott. Nem, az ennyire nem drámai helyzet. Most szépen kivetted a lábad a kengyelből, a szamár éppen néz vissza feléd, és kérdőn pislog rád, és nézd, most mi van? Most megyünk, vagy nem megyünk? Most továbbra is átsorogsz a szamár mellett. Ott áldogálok, igen. De ne, jó az nekem már. Ennyi ganyézás után, hogy írja valaki meg pöcegödör után, nekem már a szamár mellett is nagy élmény áldogálni. Nézzük gyorsan a közlekedés híreket. Hengermalom kereszteződéstől Szerémén a híd felé lámparincs káosz lesz. Közlekedés, árokba csúszott egy autó Pomázon, a Szentendre felé vezető út elején. Ezt, ami drága Richelieu-n küldte nekünk, valami gyalogos gázolás a 4-es számú főúton, Újfehértón, félpályás korlátozás, ezt Lajos küldte. Reméljük, hogy a gyalogosnak nincs komoly baja. Na, és van még egy, ebben a pillanatban jött Hungária körúton a Lágymányos híd irányába, Tököri út után baleset történt, a belső sávban még nincs olyan nagy torlódás, valószínű, hogy lesz, ezt pedig Viki küldte el nekünk ebben a pillanatban. 5 perc a pontosan 7 óra, meghallgatjuk újra a legfrissebb híreket Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 8 perccel itt vagyunk, nagyon jó, egy óriási Chris Mellinczek szám után. Istenem, a kedvencem. Az, köszönöm neked, Bali, hogy beraktad, hogy ott volt. Még ha én raktam volna be, azt éreznéd, ha én azt beraknám, de nem én raktam, mert Chris Mellinczek és Miki Echo, hát micsoda őrületes zene. Kérem szépen, de lehet, hogy majd 8 után csak sikerüljön mindenkinek a felébredés, valamit oda pörkölünk, jó? Mert ez valahogy gyerekek, itt a szakadó eső és a hétfő és mindenféle tényleg neurotikusság, ami ilyenkor az emberben van, ezt valahogy át kell dolgozni. Egy kicsit hónap szeretetté, illetve hét szeretetté, hétfő szeretetté, úgyhogy varjálok egy picit. Átüti? Valamit megpróbálunk alkotni, igen. 8 óra után. Na, jól vagytok? Persze, köszi. Abszolút. Jaj, de jól vagyunk. Jó, hely, 2 hét múlva karácsony. Hát 2 hét múlva ilyenkor már nagyon-nagyon a végében vagyunk. Nagyon. Tehát a táblán már fönt van az akáció van a táblán. Hát igen, van, ahol szokták ilyenkor is, de... Hétfőn akáció van, kedden pedig már a vakáció van fönt a táblán, ugye szenteste előtt egy nappal az utolsó napunkon, igen, 2 hét múlva ilyenkor már szinte vége. Milyen nyomorúságos lesz, hogy itt állsz egyedül és a vét rajzolod. Igen, látjátok, srácok, látjátok, vakáció, hol vagytok, és senki nem lesz itt, igen. Hát ott már az ember kicsit kiengedhet, nem? És így koncentrálhatunk az ünnepekre. Kiszámolta ki, őszintén kiszámolta ki hány nap, tessék? Már senki? Hát az, 16, hogy így kérdezed, de kiszámoltad? Hát most. Igen? Hát 2 hét, meg 2 nap. Már ezt így tudod fejből? Minden hát évben megnézem, de most valahogy nem vagyok fáradt, meg nem érzem annyira az év végét. Ez talán már nem számít. Tudom, hogy mi áll előttem. Akkor 15. Ez már nem. 15. Nem a karácsonyig hány nap, nem azt kérdezem, hanem a két ünnep között hány napod van pihenés, amikor mindenki átszámolja. Tudod, a 23-án még dolgozom, hát várjál. 24-én lerendezem az anyósomat, az anyám, az is megvan, és onnantól kezdve a karácsony, mi január 5-ig dolgozol, akkor ezt úgy már decemberben egy csomó ember átszámolja. Hát, hogyha nem dobtad volna oda azt a 2 napot, akkor lett volna 17. Igen, így kevesebb. Azt igen, azt már kiszámoltam hónapokkal ezelőtt. Tehát hogy a munkahőse vagyok. Tehát, hogy azt értjük, hogy igen, te, na de érted. Tehát hősködjél csak nyugodtan. Programigazgató megkérdezte, jönnétek? Nem mondom. Jövünk szívesen. Hát nézd. Aztán de ezt így kérdezte is, hogy, tehát, hogy benne volt a hangjában az, hogy esetleg nem. Megkérdezte, hogy akarunk-e dolgozni 22-23? És mondtam, hogy figyelj, Titus, beszembesítő, hogy nem Titus. Dolgozzunk, bejövünk, legyünk a hallgatókkal, mint olyanok vagyunk gyerekek, mint a Titanic 4 hegedűse. Igen. Ott állunk, már nem süllyed a rádió, nem erre gondolok, hanem hogy mi vagyunk, akik utoljára elhagyják a rádiót szinte, tehát 23-án még egy csomóan dolgoznak, nem hagyhatjuk cserben őket. Nem mindig, de mondjuk... És ott Laci bologa, te! Aha. Te! Karácsony előtt én olyan hegedűs lennék a Titanicon, hogy már rég út úsznék egy ilyen mentőcsónak el, miközben ti még ott hangolnátok fönt, és igen. Jani, hol van? Ott. Az nem az a pici pont, az a nagyon távoli. Az nem a Jani egy 8 fős mentőcsónakkal egyedül? Igen. Micsoda pazarlás, már nagyon nevezhető. Hogy jövő ez az motorcsónak? Nem.
Higgyetek el, 24-én majd, amikor ott ültök a falat, és átüleltek egy kicsin családotokat, és visszagondoltok. Nem tudod ezt a mondatot úgy befejezni, hogy jó legyen. Visszagondoltok kis családotokra, vagy a munkára, azt gondoltuk, hogy de jó, Bali, mégiscsak becsülettel távoztunk az évből. Aha, jó, tesztet a hallgatóknak, tessék, ti jöttök, drága hallgatók, ki az, aki még 22-23-án dolgozik, az írja meg, hogy ki az, aki szabadságon van, jó, már 22-23. Okay. Csak annyi, hogy én már nem, én még igen. Igen. Köszi, nem, hogy vagytok, nem, menjetek nyugodtan, nem vagyok én se. Jó? Vagy köszi, hogy vagytok, én vagyok, de nem vagyok rátok akik kíváncsi. Akik ügyeletben vannak, az például a biztonságőrök, meg ilyenek, bocsánat, ők nem írhatnak ebben az esetben. Sajnos őket oda köti a munkájuk. Tehát, igen, hogy ők kénytelen kellettlen. Jó. Aki hétköznapi munkát csinál évközben, az írja meg, hogy van-e 22-23-án, vagy már nincs. Igen. Tehát aki rendes hétfőtől péntekig dolgozó. És most, ha kiderül, hogy többen nincsenek, mint vannak, akkor sokkal rosszabb lesz nektek. Már nem, mert akkor viszont azt lehet mondani, hogy nézd, senki nem dolgozik, mi sem. Az a baj, más nem tudjuk megóvni. Nem? Az, akkor majd jönni kell. De gyerekek, a 23 az már roknak. Én tudok igazolást hozni. Illetve nem roknap hülye vagy, hogy ez ilyen Freudi elszólás volt. Az retrónap. Amit egyszer kimondtál, azért vállalni kell a felelősséget, érted? Nem beszélsz csak össze-vissza. Ez egy nagyon komoly rádió. Igen, itt nem lehet csak úgy. Ha egyszer azt mondtad roknap, akkor roknap. 23. Hallotta mindenki, ugye? Amikor arról beszéltünk, hogy egynapos roknap lesz, vagy 23-án mindig is rok, és győzködtelek benneteket, hogy higgyétek el, egy egész napos roknapot nem lehet, aznap volt értekezlet. Bementünk, és a programigazgató első kérdése, de ebben semmi tudás nincs találat. Szorított az asztalt. Ugye a fiúk nem gondolták komolyan ezt az egész napos rokot, mondom, nyugi. Nyugi, de tök komolyan gondolták. Na, tehát jöjjenek az SMS-ek, ki igen, ki nem. Csak annyit, hogy mi még vagyunk, mi már nem vagyunk. Otthon vagyunk, vagy nem dolgozunk. Jó? Szerintem egyébként a legtöbben dolgoznak, mert hogy azért könyörtelenül van ez kitalálva. A 22-23 nap az még olyan erősen munkanap, hogy mint a húzat, gyerekek. Uh-huh. Úgyhogy ne rengessétek, vagy ringassátok magatokat itt. Vagy rengessétek magatokat, úgyis jó. Hatalmas nagy illúzióba, az erősen munkanap még, csak mondom. Aha. Azok, akik ilyen üzletekben dolgoznak, azok szerintem alapból bent lesznek. Hát ugye az majd még az utolsó roham. Most azokat is zárjuk ki? Igen. Mi, akik üzletekben, akik biztonsági őrök, akik villamosvezetők, akik ügyeletben vannak, akik kereskedelemben dolgoznak, a szolgáltató szektorban, igen. Így van. És 10 000 darab én dolgozni fogok SMS fölött veszük csak komolyan őket, igen, mert hogy egyébként az minden 15.-20. És természetesen ne írjanak közalkalmazottak, köztisztviselő, ők se, hiszen ők se számítanak, hiszen ők értelemszerűen dolgoznak. Nincsenek? Na, mindjárt megnézzük. Addig viszont közlekedünk, mert vannak friss közlekedési híreink. 85-ös Peresztek Győr felüli bejáratánál, Tatnál ékezet nélkül jött, remélem jól mondom, két kocsi az árokban, orral Győr felé. Ezt Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen. Szinte 85-ös főút, a 18-as kilométernél hatalmas sor van az M85-ös építése miatt, egy sávon feltváltva engedik a forgalmat, ezt Hege küldte nekünk. Budakeszi közepén gyalogos gázolás, mentő már a helyszínen, szegényként. Hungária körút Lámjási híd irányába Tököli út után baleset történt, valamint a Hengermalom kereszteződésétől a Szerémin a híd felé lámpa nincs, és emiatt káosz lesz. Köszönjük szépen. Ez is SMS-ben jött, és nagyon-nagyon fontos. Na, a gyerekek, csak mondom, 18-ától január 5-ig én már pihenek. Köszi. Egy. Legyen műsor, különben tüntetés lesz, írja valaki. Én még 24-én is dolgozom. Én dolgozom az irodában kb. 7:30 reggel. Valószínű, mert úgy írtam. Addig mi is maradhatunk. Én már 17-től nem dolgozom januárig. Nektek is kiadom az erre az időre vonatkozó szabadságot, de csak szolidaritásból. 19-én befejezem erre az évre, írja Steve. Mi minden nap dolgozunk, a kukások. Na, ők se? Mert ők aztán minden nap dolgoznak? A szolgáltatás, az más. Figyelj, ha nem leszek otthon, nem tudok adni semmit a kukásoknak. Igen, ez igaz. Ez rossz. 18-án megyek utoljára. Én 19-től január 5-ig szabadságon vagyok. Hát gyerekek, erősebb. Nem állunk jól, mi? Nem állunk túl jól, erősebb az a tábor, aki egyébként akkor már nem dolgozik. Van, aki még 24-én is dolgozik. Na? Na, tessék, mi varoda. Találtál egyet, kapaszkodsz. Igen, gyorsan belekapaszkodtam. Varoda vagyunk, már dolgozunk. Vagy mi még akkor is dolgozunk, igen. 19 az utolsó munkanap nálam. De ti jó, hogy vagytok, puszi Anikó. Köszönjük, Anikó. Tessék erre gondolni, hogy ott leszünk majd, amikor mézes kalácsot sütnek, mikor beiglit sütnek, mikor ajándékot csomagolnak. Így mikor valaki. Amikor felkelnek. 10:30. Megint elaludtam a morning show-t. Vendéglátásban, gyerekek, dolgozom, ne vicceljetek. Az a főnök még a karácsonyt is szeretné, Levi. A vendéglátó egységeken
megy, hogy még 24-én? A 24-én 24-én nem, 24-én, vagy legalábbis szerintem a nagy többség. Ha engem kérdezel, akkor mi sem, de aztán 25-26-ot már nyitva kell lenni, mert ott van egy csomó család, aki azt mondja, nem fog én főzni, elmegyek étterembe. Tehát ott igen, a 24-ét azt szerintem azért legtöbben kiadják. A szenteste az ott azért csak otthon vagy, nem? Tehát az egy nem egy étterembe akarsz karácsonyozni, és a dolgozók sem teszem hozzá. Meg hát, hogyha a 22-23-án felé dolgozik, akkor gondolod, hogy majd az étteremben majd nem foglak! Mit gondolsz? Lesz ott rend is. Lesz ott rend is, fegyelem, igen. Na jól van. Nagyon érdekes hír találtunk, és szeretném megkérni a hallgatóinkat, hogy ha van közöttük stewardess, akkor telefonáljon nekünk, mert ugye a repülés az mindig egy nagy misztikum, és bármikor, amikor az ember a repülőre ül, még mindig rájön, hogy egy csomó mindent nem tud, hogy működik a gépem. Ugye? Ha például a pilóta hát fülkében. Ez... Most nem teljesen erre gondolok, hogy mit tudom, én nem tudjuk, hogy melyik gomb mit jelent. Beszéltél. Mert hogy azt nem mondja nekünk végig, jó, ezt meg azt nem is biztos, hogy de, ő is de tudja. De 2-3-at például tudom, hogy kell bevenni a WC-re. Érted? Övet becsatolni. Igen, és a lámpát is fel tudom oltani. Hát, de jó, de ezek ilyen primitív dolgok, fölkapcsolni a lámpát. Egyébként is az olvasó lámpát 5 éve én mutattam meg neked először. Ez a repülőn. Igaz. Tehát, hogy azért olyan nagyon nem hagyizzá, hogy tudod, hogy működik, igaz. Mert 5 éve nyomkodtad a stewardess hívót, és mondom, azzal ide fog jönni ez a stewardess. Mellette lévő, hogy nyom, meg akkor fogsz lámpát kapcsolni. Négyszer jött már oda, hogy mit akarok. Tehát olyan nagyon ne vagizzál, hogy mindent tudsz a gépen, mert hatszor jött oda a stewardess, mikor először repültünk. Egy életre megjegyeztem azóta mindenki másnak, és én mutatom meg. A stewardess már nem is jött oda, csak előre kiabáltat. Nyomja ki a hívót, köszönjük szépen, Vadon úr, mert az a lámpa, vagy az a... ne azt nyomja. Szóval, hogy sugárban hánytak az utasok egy Izraelből Amerikába tartó gépen. És érdekes a dolog, mert nem egészen tudják, hogy mi történhetett, viszont ment a gép Izraelből egészen pontosan Philadelphiában, és kényszer leszállást kellett végrehajtaniuk Rómában, miután a gépen utazók közül többen rosszul lettek. És furcsa szagot éreztek az utasok, majd a személyzet tagjai közül 14-en, az utasok közül pedig többen hányni kezdtek, mások pedig émeigésre és bevörösödött szemre panaszkodtak. Hoppácska. Tehát egy ilyen zombi járat lett a repülő. Egyelőre vizsgálják, hogy mi okozhatta a hányást, mi okozhatta a fura szagot. Nem nagyon tudják. Na most nyilván nem ezt akarjuk megtudni a stewardessektől, hanem az ilyen típusú helyzetekre való felkészítést, felkészülést, egyáltalán mit kell ilyenkor csinálni. Ugyanazt kapja el a kapitány, igaz-e, hogy más teszik a másodpilóta, mint a kapitány, kimelegíti a kaját a repülő, nekem még az is nagyon fura, amikor az ember repül forró a kaja, áll lent egy kis törpe szakács, igen, kis picikben a raktérben, és melegít. Nem? Hogy de adagonként egyesével a kis fénytálcában. 26-os megmikrózom, 28-as megmikrózom. Meg ez a stewardessi foglalkozás, ez mindig egy ilyen nagy rejtély, nem? Jönnek a kis egyenruhájukban, nyomkodják ott a gombokat, eligazítanak, közben néha elhúzzák a függönyt, ott kicsit priviznek, nevetgélnek, majd kiszolgálnak. Hol kedves, ahol kedves. Miért húzzák el például a függönyt? Ez is egy jó kérdés szerintem, azért, hogy ne lásd. Mit titkolnak? Hát a melegítést, a kis szakácsot, ja, az előbb említettél. Igen, ott van a kis törpe szakács, és ilyenkor jön elő az egyik fiúkból a kis szakács. Mondja el, hogy ültessék a stewardess vállára, és aztán elkezd melegíteni. Szóval, ha van stewardess hallgatónk, írjon nekünk SMS-t, vagy hívja az 555-55-00-át, mondja el nekünk, hogy ez hogy zajlik. Vagy mi történik egy ilyen közös mérgezésnél? Ugyanazt teszik? Vagy mi lehetett ez? Nem, a Gerard Depardieu is a gépen utazott ebben az esetben, és valószínűleg megint elővette a cerkát, verette egy kicsit a padlószőnyeget, és ettől mindenki elhányta magát. Ő azt már repülés közben csinálta, vagy még felszállásnál? Nem, még felszállás előtt, de akkor már bezártak a gépnek az ajtajait, úgyhogy akkor már nagyon-nagyon úgy volt, hogy fel fognak szállni, aztán mégse aztán annyira. Nem. De leszállt? Nem szállt le, ugye? Nem. Hát mivel fel se szállt. Aha. Tehát nem hagyta el a hogy a gépről nem szállt. Ja, de leszállították a... Ugye Gerard Depardieu, valaki nem tudná a sztorit, az volt. Na például ez is egy érdekes kérdés a stewardesseknél, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Hmm. Tehát két női stewardess kivonszolta a Gerard Depardieu-t, aki egyébként részegen... Igen, vagy szaladt egy kacsával. Részegen ordibált, felállt, kikötötte a biztonsági övét, így és van. Azt mondta, hogy nem érek ki a budira, de kicsit nem is akarok. És egy üvegbe próbálta meg elvégezni a dolgát, de picit mellé ment egy-két csepp. Kérd egy boros üveget. És azért, amikor ott ülsz egy turista osztályon, és Gerard Depardieu melletted egy boros üvegbe próbál belevizelni. Az azért fotótéma. Azért előkapod a fényképeződet, nem? Igen. Ilyenkor például a stewardessek telefonálnak a gép egyik oldalából, a másik oldalából, a másik végébe, hogy gyere előre, mert valaki pisil, igen, segíts nekem megakadályozni? Vagy oda szaladnak, és éppen elkapjuk. Szóval ez hogy van? Van, amikor nincs is férfi stewardess, nem? Csak lányok, azért Gerard Depardieu egy 140 kiló, ugye?
legalább. És ráadásul ott úgy tudom, hogy haverjai is utaztak, tehát hogy azért többen voltak, több 140 kilós alkoholista, színész producer, igen, egy igazi aranycsapat, borászok, stb. Hát ott gondolom előre telefonáltak, és akkor így mondták, hogy kapitány úr, Depardieu megint vállalhatatlan újságkedik. Ilyenkor bemennek a kapitányhoz, vagy felhívják a kapitányt, mert én néha azt is látom, hogy egy kis telefonon ő fölhívja a kapitányt, és beszél a kapitánnyal. Hát, be nem mehet. Van ugye? Olyan is, hogy a kapitány bemondja, hogy a stewardess vegye föl a telefont, tehát a központi rendszerbe, ilyet én pont most hallottam, múltkor voltunk valahol, és akkor mondta a kapitány, hogy a stewardess-t kérjük, menjen oda izéhez, a nem tudom, hogy hívják, mert nem telefonnak mondják. Mert jól esne, nem szeretném, ha valaki... Egyébként aha. És elkezdett előre ruhanni a stewardess, és szólt valaki, hogy a kávét ne felejtse kisasszony, mint abban a híres viccben, igen. Kapitány úr, ne azt és a kapitány szólt, hogy a stewardess vegye föl a telefont. Igen. Igen, valami utasítórendszernek neveztem, mert ott nem lehet a repülésbe így hívni, hogy telefon, mert egyébként az. De ilyenkor utas nem telefonált oda, hogy megnyomja a gombot, és akkor felveszik, hogy álló kokpit úr, azt szeretném kérni, hogy itt a mellettem ülő, tehát hogy nincsen ilyen? Hogy? Hát hogy nincs. Oda telefonál egy utas? Az utas nem használhatja ezeket a telefonokat. Az utas nem használhatja, tehát ezek előre lógnak, és azokat csak a stewik használják, illetve a stewik úgy használják, hogyha hátul áldogáló stewinak szól, őt föl tudja hívni, hogy ne kiabáljon át, hogy Aranka hoz még egy zsömlét a 26-osnak, meg kért egy kis vajat is, hanem ő elől fölhívja a hátsót, és akkor ők azt vidáman leprivízik, hogy ott éppen melyik utas mit kér. Így szólnak egymásnak. Így van, plusz abban beszél bele, amikor tartja a biztonsági bemutatót. Igen. Azt tudtátok, hogy a stewik közül van egy, aki a rangidős? Van egy fősztyúvi mindig, aki felel a többi sztyúviért. Tehát ők nem egyenrangúak a gépen. Neki a leghosszabb a szoknyája, vagy ezt miről lehet látni? Nem, ő a rangidős. Ő beszél. Ő tartja az eligazítást, a fősztyúvi. A rangidős tartja? Én úgy tudom. Igen? Igen. Hát ő a legokosabb. Hát egy kezdő sztyúvi. Legtapasztaltabb. Igen. Kezdő sztyúvi nem mondja. És ez sztyúvi rosszul lesz, akkor ugyanúgy leteszik a gépet, vagy csak az utas fontos? Ki van rosszul? Ez sztyúvi? Jó, nem érdekes, benne van. Húzzátok be a raktérbe. Benne van a pakliba. Mi van, ha az összes sztyúvi rosszul lesz? Akkor az utasok egymást kezdik kiszolgálni? Hát ez egy jó kérdés. Na, akkor leteszik a gépet. Ez egy jó kérdés. Nem, akkor gondolom, hogy a kokpitből hátra jön az, aki a legkevésbé fontos a repülésben. Nem? A robotpilóta. De most komolyan. Tehát, hogy akkor hát biztosan, mit tudom én, a másodtiszt. Nem? Hátra jön. Nem kell hátra jönni. Hát el vagyok én ott. Nekem nem baj, ha nincsen steward. Elég, ha megmutatja, hogy mit olhatod, találsz. Elég, ha megmutatja, hogy mit. Emögött van a törpe, szakácsít a kis hogy sajtom. Melegítenéd meg a kajádat például? Honnan veszed ki az üdítőt? Te ezeket tudod? Mert hogy amikor ezt ők kiveszik, akkor te marhára nem látod, mert olyankor van elhúzva a függöny. És az a kis kocsi, amit ők például végig tolnak a két üléssor között, az nem csak úgy ott van, az valahova be van téve. Azt tudom, hogy bedugják valahova. És le van rögzítve. Igen, lerögzítik. Szomjan fogsz dögleni. Az biztos. Tényleg. Én azt sem tudom, mit csinálnék akkor, ha valaki elkezdene mellettem rosszul lenni. Szólsz a stewinak, hogy itt valaki rosszul van, vagy megvigasztalod? Hogy ne lássák a többiek. Ráteszel egy pokrócot. Gyerekek mondjuk 10 000 méter magasan elkezdenek sugárba hányni többen, azért az dermesztő, nem? Ott kicsit elgondolkozol, hogy van-e még előre. Mit evett? Tudod, halat. És előtted is már csak egy ilyen gerinc látszik, mert én... És az utolsó falatot éppen tolod be. Azt hallottam, az nem tudom igaz-e, hogy a kapitány soha nem eheti ugyanazt, mint a másodtiszt. De lehet, hogy ez is egy ilyen nagy legenda, tudod, ami a repüléssel kapcsolatos legendák közé tartozik, hogy soha nem ehetik ugyanazt. Tehát mindig figyelnek arra, hogy ők ketten különböző tegyenek. De ők választ a kapitány, mit szeretsz a kelbimbót. És akkor megbeszélik, hogy van? Leosztják? De ők kapnak kaját fönt. Na miért? Nem hoz sonkás szendvicset? Az el vagy csomagol a felesége? Hát persze. Neked annyi csomag. Egyébként? Ez reálisnak tűnik egyébként, igen. És hogy előveszi a kis ételhordóját. Ilyen hármas alumínium ételhordó, össze van a kicsit beborul a pultba. És igen, picit alul van. Na, ma te majd kaptam, arra pörgöm galuskába. Hívjon már föl bennünket ezt, stewardess, tényleg. Nincs meg az a régi malévos csaj, akit hívtunk egy csomószor. Nagyon helyes volt, nagyon aranyos volt. És, de megvan, csak nem tudjuk a számát. Igen, reméljük jó egészségre körülne. Volt egy malévos stewardessünk, egy kicsit idősebb. Nagyon sok kérdésre nekünk rengetegszer válaszolt egyébként. Lehet, hogy nem mentettük el a telefonszámát. Hogy ezek a dolgok hogy működnek egyébként ott a repülőm. Hát csak 3 hónap és utána már te tudsz stewardess lenni. Én úgy elküldeném. 3-4 hónap alatt téged kiképeznek. Hogy a francba tanulunk meg 3 nyelvet 3 hónap alatt? Alapvetés, hogy menjél már oda, igen. Igen? Akkor azt hiszem elmegtük, Jani. Akkor csak belföldi járatokon, de olyan meg nincs. Én téged el tudnának képzelni egyébként stewardnak. Én nagyon udvarias steward lennék szerintem. Igen? Ott olyan katonai rend lenne. Viccelsz? Bevakítom, én nincs.
Én meghúzom. Te bírnád ezt egyébként? Persze, nekem tetszene. Nekem tetszene. Én szeretek emberekkel foglalkozni ilyen szempontból is. Tehát, hogy annak idején, amikor könyvtáros voltam, akkor is gyakorlatilag erről szólt a munkám. Jöttek az emberek, kértek valamit, azt teljesítettük, nagyon előzékeny voltam. A sztjuárdok egy kicsit olyanok, mintha melegek lennének. Az összes. Na ez lenne az egyetlen kizáró. Egy picit. Nem a sztjuárdeszek, a férfiak. Aha. Tehát olyan kicsit nőiesen mozgású, kicsit légiesen tolják azt a kocsit, kicsit úgy veszik el előled a megmaradt, mit tudom én, étel maradékot. Van bennük valami. Amitől kicsit nőiesebbek. Te mondjuk ezt a vonalat nem tudnád képzelni, hogy fehér gumikesztyűben ott nagyon-nagyon elveszed. De érdekes, hogy én, ugye egymás mellett ültünk, hogy előlem mindig olyan lendületesen, kicsit ilyen sértődötten vett el az ételt, és amikor rád nézett, vagy előled vett el, akkor mindig egy picit ellágyult. Tehát, hogy ott szerintem érzed valami kapcsolás. Igen. Volt. Hogy nálad ellágyult? Nálad lágyult el, nálad nem. Érezte ugyanazt a vonalat, tudod? Nálam nem. Előlem mindig ilyen... Meghagytál valamit, és akkor kicsit megsétene. Jó, de biztos nem tetszett nekik, hogy te levetted az oknodat, mezit lábutasztál, és... Igen. És boxer alsóban. Hogy ott takarítottam ki a sárkaparóval, gumicsizmámmal, talpán. Azt rohadtul nem tudták hova tenni, hogy mezit láb, vagy igen, és sárkaparóval tisztítod a gumicsizmádat, tehát ezt nagyon, nagyon nem tudták hova tenni. Na jó, azt írják a hallgatók, hogy... A pilóta táskája azért ilyen nagy, hogy a grill csirke beleférjen. Na, ők nem eszik azt, amit a gépen az utasok esznek, nyilván egyébként igen. Ez meg a befőtt. Az én anyukám 23 éve vezető légiutas kísérő. Ő mentette meg egy ember életét a Toronto-Budapest járatban. Vagy a járaton. Aha. Ez még egy malévos járat volt, és kényszer leszállást is végre kellett hajtani. Írja nekünk egy hallgató. A Molnár Andit hívjátok föl, ő sztjuárdesz volt. A Molnár Andi sztjuárdesz volt. Van, sztjuárdesz volt. Sztjuárdesz volt, csak abba kellett hagynia, mert volt egy nagyon csúnya hasizomszakadása. Oh. És nem lehet. Egy komoly repülés lehetett. Igen, megemelt valami nehéz ilyen... Elájult utas. Valami ilyen ételtartó, ilyen rekeszte. Megemelt, és akkor volt egy ilyen hasizomszakadása, és akkor amiatt abba kellett hagynia. Úgyhogy... Tényleg? Igen. Eszem. És maradt utána egy ilyen nagyon durva heg, tökre recés volt, amikor megnéztem. Nyilván. Egyébként tényleg így volt. Azt hiszem, hogy táncolás mellett sztjuárdeszkedett, és akkor kicsit túlterhelte magát. Uh-huh. Ezt nem tudtam. Na, lehet, hogy megpróbáljuk fölébreszteni akkor, hogy mondja el nekünk, hogy ezek a dolgok hogy vannak. Ha valaki sztjuárdesz, és éppen most készül repülni, megy ki Ferihegyre, vagy most szállt le és hallgat minket, hívjon már föl. Jó, 555-55-00 ez a telefonszámunk. Lehet közben jelentkezni Óven bácsira, Beru nénére, ha valaki szeretné egy szép kis ajándékcsomagot magának, akkor jelentkezzen. Jó, mi meghallgatjuk Ákos híreit, és aztán, ha minden igaz, jövünk egy sztjuárdesszel a hírek után. Morning Show. Fél 8 múlt pontosan 7 perce, jó reggelt kívánunk, minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk, stewardess az utashoz, uram, kér vacsorát, miből lehet választani, igen vagy nem, köszönjük. Ez jó. Köszönjük szépen. Gyerekek, képzeljétek el, rengeteg stewardess telefonál, és én ezt nem tudtam, hogy lyukra futunk ezzel, mármint azzal, hogy kihívjanak bennünket a stewardessek, mert hogy nem beszélhetnek. Tehát ez ennyire szigorú már, hogy nem úgy van, mint régen, vagy a malévos sztyúvik idejében, hogy betelefonált egy nagyon helyes csaj, hogy a malévnál dolgozom, stewardess vagyok 20 éve, válaszolok az összes kérdésre. Talán 2 éve volt egy ilyen stewardesses témánk, hogy nem nyilatkozhatnak már a stewardessek sem. Nem, engedély kell hozzá, jó reggelt, sziasztok. Hello, igen, 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 engedély kell hozzá. Beszéltem egy nagyon kedves hölgyek, Karolinának hívják, de van egy Marian is, sőt ez a Marian tudja annak a hölgynek a számát, akiről te mondtad most, a régi malévos stewardesszünk. Nem beszélhetnek, igen, engedély szükséges hozzá. Hát és akkor még nem adja meg a régi malévos. Neki is engedély kell hozzá. Hát tehát, ő már nem sztyúvi. De. Már átment igen, másik légitársághoz. Uh-huh, igen, igen. De mi a titok, hogy tényleg, hogy melegíti a kaját? Nem gondolom, hogy ne kérdezzél rá valamire az ő légitársaságával kapcsolatban, és ha valami olyat mond, tehát, hogy vigyáznak arra, hogy kinyilatkozik, hogyha mondjuk Ryanair-es sztyúvi, Wizz-es sztyúvi, vagy nem tudom, ne mondjon olyat, hogy miért kell a Wizz-er utasaikat vegzálni, hogyha nem elég kicsi a kézipodgyász, akkor ott a beszállásnál még megbüntettek mondjuk 200 euróra. Meg hogy csak 6 ejtőernyő van, meg ilyenek. De egyébként... Ami pont neki kell. A négy stewardessnek és a két első tisztnek. Igen, és a fedélzeti mérnöknek. Karolina nagyon aranyos volt, azért azt elmondta, amit ti pedzegettetek, hogy az első tiszt tényleg nem eheti ugyanazt, amit a kapitány. Hmm. Tehát nem lehet ugyanazt kajálniuk. És de az a hierarchia miatt van. Igen, a kapitány eszi a finomabbat. Én kapitány vagyok, nekem a feleségem süt fasírozottat.
én felmegyek a gépre, hogy? És azt mondom, hogy öcsi, kérsz, és öcsi a másodtiszt, mondjuk, aha. Öcsi, mi így vagyunk, hogy öcsi. De öcsi. Öcsi, hát öcsi. Jó. Öcsi, kérsz. Hallod, öcsi, pöcsi. Akkor ő azt mondja, hogy... Kicsinált fasírta, de tudod, mit kapsz? Ezt. Akkor ő azt mondja, hogy köszönöm Balázs, nem kérek. Köszönöm Balázs, nem, nincs ilyen viszony köztetek. Akkor köszönöm pöcsi. Öcsi és pöcsi. És ő visszaszól nekem, hogy köszönöm pöcsi, nem kérek. Igen, ők jellemek, ő nem ehet belőle. Mert hogyha az asszony mondjuk beletett neked valamit, mert szeretne tőled megszabadulni, akkor sajnos. Akkor igen. És ha felviszek egy csomag jó reggel kekszet, az se ehet? Az sem, mert abban meg az asszony belefecskendezhetett valamit. Igen, igen, igen. Pontosan. Tehát van az a beszélgetés, nincs kapitány és másodtiszt, hogy van egy almám, megfelezzük, és nem. Tehát semmiből nem ehetek. Hogy, hogy a pirosabb oldalát teszed, te is a zöldebbet. Ez az. Egy marék zizit. Egy csomag ropit. Egy kis darab felfújtat. Egy kis krumpli szirmot. Nem bratyisztatnak, mindenki szóval eszi a magáit. Marad fél üveg ruszlim, kérsz. Tehát akkor ez nem legenda, ők nem ehetnek. Nem, halat végképp nem ehetnek. Miért nem ehetnek? Hát gyanítom, hogy lehet, hogy könnyebben romlik, vagy hát te tudod, te vagy ilyen nagy mester. Ott romlik könnyebben, és nekem romlik. Bocsát, és neked oda adja. Miért friss halat visznek fel, és ott készítetik el, vagy miért, hogy mi az, hogy könnyebben romlik? Nem tudom, hát valami miatt Konzervhalat sem? Nem ehetnek halat. Ez érdekes. Látták az Airplane című filmet valószínűleg. Ja, csak gömbhalat nem ehetnek. Ja. Jó, amit egy japán szakács ott készített. És azt nem kérdezted, hogy miért húzzák el a függönyt, hogy ott mi történik a függöny mögött? Hát rögtön megkérdezem, mert nekem megadta a számát. Megigazítják a csomagot. Hát nekik is kell. Csomagot igazítani, egy női sztjuárd, ezt ne igazítson csomagot, mert akkor nagyon palira vagyunk. Nagyon palira vagyunk véve akkor. Miért meleg a kaja? Van egy kis törpe szakács lent. Már a kaját is. Nem úgy. Nem elég, hogy bántod a férfi sztjuárdeszeket még. Nem, hogy kimelegíti a kaját. Jó. Van lent a raktérben egy kis szakács? Miért húzzák el a függönyt? Igen. Mit akarunk még tudni? Mondjátok. Figyelj, a hajtómű ez nem terem el hőt. Nem lehet, hogy ott melegítik a kaját. De és kapaszkodnak kívülről. Vagy belülről nyomja oda valaki a falához. És igaz-e, hogy a férfi sztjuárdeszek, amikor megpihennek, összejönnek-e a lány sztjuárdeszekkel, vagy a kapitány például vadászgathat-e a nőtlen sztjuvik között, vagy ő például, mit tudom, egy bankoki szállodában ők megállnak, akkor inkább kimegy a Petpong negyedbe, és akkor ott vad a Petpongba. Hallottak-e már kapcsolatról? Biztos, hogy így kapitány és Csubi között, biztos. Vagy ez egy ilyen legenda, és egyébként nem kapcsolatban. Ez olyan, biztos, hogy olyan, mint a például mondjuk a hiénáknál, az alfa hím. Tehát ő eszik elsőnek, és ami marad, az a többieké. Tehát szerintem a kapitány mindent visz, és amikor már eltelt, akkor nagyon jó a többieké. Tehát a három csíka vállapon az a... Az. Befutó. Az első nem értem, hogy miért nem nyilatkozhatnak, ez valami államtitok a repüléssel kapcsolatos dolog. Hát az utas tudni akar egy csomó mindent. Miért nem nyilatkozhat? Hogy megmaradjon a misztikum. Semmi titok nincsen, csak arról szól az egész, hogy egy kicsit így... Például az engem érdekelne szintén, hogy amikor ők Tájföldre mennek, Ázsiába repülnek, és olcsón behoznak parfümöt, ők átmennek azonnal az zöld folyosón, vagy őket is megnézik, vagy ők csempészhetnek cuccokat, és mondhatják azt, figyelj, menjen kicsi kínai olcsóba, felesbe hozom neked, 30 darab parfümöt behoz, egy szubjesít eladja. Az ételmelegítést, az biztos, hogy nem mondanák el, azt, hogy hogy csempésznek olcsó parfümöt. Na, azt tudti. Na, ebbe biztos vagyok. Anna, az olcsó parfümöt még kérdezek, hogy csempészhetnek el Kínából árut, hozhatnak-e szatyorba. Az biztos, hogy nincs ebben a kis KTU-ba. A szabályzatban biztos, hogy nincs egy ilyen pont, hogy parfümcsempészés. Mert régen... Igen, erről nem nyilatkozhat. Igen, erről nem. Gondoljatok bele, régen, amikor volt a malév, de igen. Még az emberek ugye valutakerettel éltek, nem volt mindenkinek útlevel, és nem röpülhettek, hát ők röpül. Jó, én így mondom, hogy nosztalgikus élmények ébredjenek benne. Nem röpülhettek. A röpülés velé. Akkor egy sztjuárdesz. Aha. Behozhatod bármit a hőráhított nyugatról. De a repülőn? Röpzaja. A gönnem. Göbzajjal a lopott holmit beutaztatták. Röpcsin. Beröpültek a lopott holmival. És gondold, hogy akkor kiment a sztjuárdesz, telepakolta a parfüm, csokoládé, kakaó, hát akkor az nem volt. Semmi, hogy nájlon harisnya, hát az sem volt, érted, meg arany. Magukra öntötték, és kicsavarták aztán a ruhát. Laborba. Nyilván így van. Csavard azt a laborba, csavard a laborba. Mi ez a szak? Majd megdöglek. Szóval, hogy ez hogy van? Gyerekek, komolyan mondom,
Nem telefonáljon már egy stewardess, aki már nem stewardess. Egy nyugdíjas stewardess, akinek már lejárt a titoktartási szerződése, vagy ilyesmi. Aki még mit tudom én, mivel a, hogy hívják, a Masovlettel repült. Na, most miért mondasz ilyen? Kapitány úr, Masovlett? Nem, majd holnap. Nem, most kicsit kialvatlan vagyok. Nem, feleségem van. Gyerekek, nincs egy Molnár Andi számunk? Necsi, nekem nincs meg a Molnár Andi száma. Még. Igen, engem kérdél meg, hogy kérjem el tőle. Menj be oda, kérd már. Kérd már. Nincs neked se, Lac, Molnár Andi számod? Most mit csinálna? Informál? Azt írja valaki, a repülő nagyon fontos az egyensúly. Ha a kapitány Népszabiból eszi a zsíros kenyeret, a másodpilota ugyanezt csak magyar nemzetbe tette. Igen. Gyerekek, annyi fontos kérdés, ez mind államtitok, hát ne csinálják már. Én egyébként annyira el tudom képzelni, hogy tényleg így, na, kicsit megéheztem, magam elé nyúl balra a kapitány, és felvesz egy ilyen kis veszőkosarat, ilyen kis fedeles kosarat, kivesz belőle egy kockás kis. Hogy hívják ott konyharuhát, az ölébe teríti, és és a letörölgeti a kapitány. És kis a szalonnál. Mi lenne gránátos kocka? Tudod, hogy mennyire szeretem. Na, mit tudtál meg? Na. Itt vagyok, megjöttem. Tehát még mindig nem nyilatkozhatnak? Nem nyilatkozhat. Hát a közben megváltozott valami, csak azért. Nekem elmondja azért, hál' Istennek, Karolina. Tehát légiutas kísérő nem mehet az utas előtt, ezért húzzák be a függönyt. Hogy ott nem lehet titokba kajára? Kajálnak, nem lehet, nem láthatja az utas, mert... Nem bírja a Stubi egy másfél órás Budapest Münchent, és ő is titokba kajár. Ott komoly, persze. Hát most egy világ omlott össze bennem. Azért, hogy ne lásd, hogy mégis volt steak. Hát csak neked nem és a Stubinak van külön kaja, vagy lejmolják a maradékot? Hát szerintem van nekik külön kaja. Van külön kaja? Persze, tehát a légitársaság ad külön kaját? Biztos. Balázs meghagyta a felét. Azt nem eszik meg, azt elcsomagolják vitrínbe. Nagyon fontos, lopnak-e a minibárból? Visznek-e haza ilyen kis üveg unikumot? Tudod, van ez a kis viszki, kis unikum. Visznek-e haza a borból, illetve a megmaradt kaját, amivel ugye nem tudnak elszámolni. Azt is moslékos vödörben, persze. Nem úgy értem, hogy amit visszad az utas, hanem hat utas nem kéri ki a kaját tárcáról. Biztos, hogy így van. Jön egy ilyen köpcös kis bácsi kezes lábasban, egy nyitott platós teherautóval, aminek tiszta moslék a platója, és beáll így a Boeing mögé. És akkor így, mint ahogy hívják, mint a gyermekélemezés, hát még az iskolai konyhák mögött. Emlékeztek erre a típusra, és aztán hazaviszi a disznóknak. Biztos, hogy így megy. Gyerekek, kaptunk SMS-ben Molnár Andi számot, valaki azt írja, de nem tőlem van. Jó. Lac, van Molnár Andi számunk, csörög rá, ott van. Neki. Már van Molnár, jó. Gyerekek, ennyi kérdés, hát ezeket most már nem ne hagyjuk. Ne küldj neki SMS-t, akkor... hogy mi vagyunk, mert nem veszi föl. Akkor van olyan, hogy butik szerviz. Butik szerviz. Igen, amiből nekik jutalékuk van. Ja, tudod, a parfümöt ott lehet megvenni, amit nagyon ő már nem tud elcsempészni. Ezért kínálgatják ennyire, mert nekik abból van valami kis szerviz. Jutalék van vele. De azt mondjuk meg is érdem. Butik szerviz. A butik szerviz az nem, amikor bizsukat javítanak a kép? Akkor következő kérdésre válasz, hogy összejött-e a kapitánya. Igen, van ilyen házasság is, tehát nincs benne semmi olyan kizárólagosság a szerződésük, hogy azt mondja, hogy nem szabad, cégen belül. Ők nem repülhetnek együtt. Hát a feleség a gyerek a... miatt, mert ha lezuhan a gép. Ja, értem, hogy ha már gyerek van, akkor külön gépen. Aha, az lehet, nem, hogy ez biztos, ezt nem tudom. Nem. De olyan van, hogy valóban összejött a légiutas kísérő és a kapitány. Jó, de hát itt most nem a klasszikus szerelem romantika házasság vonalra gondoltunk, hanem hogy... Na, de valószínűleg ez is így indult. Hát miért ne? Hát valahogy elindult egy így van. Egy sötét pekingi éjszakán ottok a szállodában egyébként. Ugyanolyan szobát kap a szállodában a kapitány, mint a stewardess, amikor ott kell aludni például. Ez is egy jó kérdés. Vagy a Szuvitnak azt mondja a légitársaság, hogy jó van, de stewardess vagy neked, jó egy pénz. 5-1-ben? Míg a kapitány megkapja mondjuk a nem tudom, mint superior vagy deluxe szobát, érted? Ez nagyon érdekes. Ez Deluxe Plus. Látjátok, mennyi minden nem tudunk a repülésről? Nem. Hát meg egyébként szerintem, azt jól érzek, amúgy sem alszanak, hiszen hogyha Pekingben vannak, akkor biztos, hogy olcsó parfümök után kajtatnak. A Peking aztán átcsempésznek a lopott holmit nem kérdezted? A csencselés? Arra már nem jutott időt? Vagy azt most találtuk ki, amikben voltál? Hogy hoztak-e régen cuccot? Parfüm, mit tudom én, kókuszolaj, prosutó. Már rögtön megkérdezem. Igen, hogy mondták azt, hogy azért van rajtam annyi Rolex, mert több időzónán is átrepülünk, és hogy tudnom kell, hogy mennyi a pontos idő. Ezért van rajtam, de hát nincsen 16 időzóna. Hiszen csak Moszkváig repültek meg vissza. De tényleg mit látsz? Te állsz nyomorultul a sorban, és azt látod, hogy jön a kapitány nagyon menő cuccban, mögötte három, mit tudom én, jól öltözött, nagyon helyes stewardess, meg két stewie, és a végén rongyokban az első tiszt. Átsétálnak. Egy ilyen kis folyosón, külön igazolvánnyal bemennek és felszállnak a gépre. És tök menők. Egyébként csak az irítség beszél belőlük, mert amikor látunk, én például láttam repülőtéren így vonulni
kapitányt, első tisztet. És utána a csajok, mi? Én iszonyatosan irigy voltam. De kire? Hát mind, egyrészt mindenkire, már az egész repülőkére, nem, hanem milyen menő marha jól nézett ki, első tiszt marha jól nézett ki, mindenki marha jól nézett ki, stewardessek nagyon csinosak voltak, nagyon netek voltak, eleve ugye három nyelven beszélnek, tehát hogy az egész nekem nagyon tetszett. Meg az, hogy kiszolgáltatott vagy, ülsz, be vagy kötve, oda lép föléd, parancsol, mondja, hogy kösd be magad, fölnézel rá, lenéz rád. Így van. Érzed szorosabbra azt, hogy... most, hogy vágjon be. Érzed, hogy meg tud büntetni. Érzed, hogy ő most ott minden, a mindennek az ura vagy az úrnője szigorú rád szól. Elveszi a tálcsát. Sebestyő, kéne fordulj le arcam felé, és húzza föl a laprágját. Sebestyő, úr, jöjjön ki a budiról. Igen. Na, itt van, ami drága Andink, sikerült előkeríteni. Fölébresztettük szegény, te jó Isten. Molnár Andi itt van velünk. Hello Andi, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Már futottam is, úgyhogy nem tudtam felébreszteni. Na, hát már ilyen korán. De nem a repülőre. Aki szép, az reggel is szép, Charlie megmondta. Te Andi, most hogy nézel ki? Én egyszer köntösben, de nem jöttek ki rosszul. Egyszer. És a köntös alatt nincs semmi? De egy melegítő. Hisz most futott. Nem, éppen a zuhanyzás kezdtem el, mert nem mindegy, szóval hát igen, hallom, hogy a stewardessekről beszéltek. Figyelsz, ne, miattunk ne álljál le a nyugodtan szappanozd magad. Már csak az összes kérdést megválaszoltuk magunknak, inkább menj vissza a zuhany alá és tudósíts. Igen, hagyjuk ezt a stewardesses témát, menj vissza azon a zuhany alá. Engedd meg a meleg vizet és utána beszélgetünk. Csak egy gumipapucsot húzz el a lábadon, hogy egy irgalmatlan frakkolás legyen. Na figyelj, Andi, köszönjük, hogy ilyen korán áttörhetünk. Tele vagyunk kérdésekkel, és rájöttünk, hogy semmit nem tudunk a stewardessekről. A legfontosabb. Na, hát, ha segíthetek. Csempészhettek parfümöt, kókuszolajat és prosútot a táskátokban, ha olyan helyre mentek, vagy régen olyan helyre mentetek, vagy benneteket is átnéznek, amikor mondjuk leszálltok Ferihegyen. Hogy volt olyan, hogy egy római járaton felgörgettél két 30 kilós parmezánt a lépcsőn. Rajtaütésszerűen szoktak vizsgálódni, de én mondjuk a két év alatt soha senkivel nem találkoztam, viszont voltak olyan kollégáim egyébként, akiknek otthon tele volt a fedélzeti italokkal a hűtője, és soha nem kellett WC-papírt és szalvétát vennie, mert hogy mindig rendre bepakolta a kis úti táskájába hazafelé. Hát vagy szorulása volt, és nem volt szüksége. Gyerekek, én gyanítottam, hogy például megmaradt minibár, meg ez a vámmentes, meg ugye nem is a minibár, hanem ott végig tolt, ami ugye nem pénzes, és abból megmaradt, hát azért azt valakinek haza kell vinni. Akkor jól hát sejtettem. Elvileg le kell leltározni, ugye a végén mindenki becsületesen leltározza, csak aztán lehet, hogy otthon is van szükség pont egy zsák zsömlére, és akkor azért becsületik a bőrödbe. És amikor elhúzzátok a függönyt, akkor mit csináltok? Priviztek? Mert azt hallottuk, hogy esztek, ez igaz? Rövid járatokon is ugyanúgy ehettek? Hát természetesen van fedélzeti étel, ami cseppet sem különbözik az utas ételtől, csak egy picit több díszítés van rajta maximum, de amúgy meg leépítjük a mosolyunkat, és próbálunk utasmentes fél órát eltölteni. Hát te meg nyilván a bosszanovát gyakoroltad. Igen, érdekes, hogy engem úgy hívtak, hogy a Dirty Dancing is jön. Andi, a 26-os utas kért egy konyakot, hagyd abba a pecsangát, és menjön, vidd ki neki azt a rohadt konyakot. Mi az, hogy szebb a díszítést? Szebb kaját kaptok, mint az utasok kapnak? Há, hogy van ez? Mondom, hogy semmivel se különbözik, csak egy kis több petrezselyem széllel, több meg egy paradicsom, egy szél koktél paradicsommal, de hát elvileg igen, a pilóták is néha-néha kapnak, ugye, mondjuk nemzetközi légitársaságnál sokkal komolyabb volt esetleg gyümölcskosár, meg zöldséges tál és hasonlók, de azért, ahol én dolgoztam, ott az nem volt jellemző. Uh-huh. És a Stewie között is van egy főnök, ugye, aki a rangidős tulajdonképpen. Tehát nem vagytok egyenrangúak. Igen. Ő van elől, ahogy belépsz a gépben, általában ő köszönti az utasokat, és utána ő is csinálja mondjuk ezeket az announcementeket, ő beszél ugye az utasokhoz. Azt olvassa, vagy azt mondja fejből? Ó, hát fejből. Olyan nincs, hogy egy fiatal stewardessnek a hátára van rajszöget? Aki ott áll is mutatja, hogy tudod, itt vannak a whisky járatok. Az elején, amikor vizsgáztuk, akkor remek
remegő hangon mi is könyvből olvastuk, aztán memoriterként próbáltuk elmondani, de hát azért szokott benne változás lenni, és akkor mit tudom én, volt olyan kollégám, aki így karácsonykor nagyon aranyosan így kis karácsony, nagy karácsony, köszöntjük a kedves utasokat, és akkor másnap volt is egy ilyen az a felrőgés. Ezt nem nagyon szeretik a légitársaságok, ha valaki így egyénieskedik, nem? Azt láttuk már, hogy valaki rappelt Amerikában, van, aki énekelt, és mindig megbüntették, vagy kirúgták, tehát nincs nagyon lehetőség itt egyénieskedni, nem? Hát igen, mert ugye az első szempont az mindig az, ahogy miért vagyunk ott, ugye egy esetleges vészhelyzet esetén, ugye az életmentés, és hát hogy nem azért vagyunk ott, hogy bohózkodjunk, bár alapvetően az olyan, amit egy színház nem, hogy felvonulunk, mint a szereplők, aztán függöny ki, és toljuk a trollit, és mosolygunk, kofiort. Trollit? Hát ez a kocskocsi, ez a trollit. Igen, hogy odafele elkezd. Figyelj csak, ha mind a két kapitányt, vagy a kapitányt és az első tisztet kinyírtátok a kajával, akkor ti át tudjátok venni? Tehát te például le tudnál hozni egy gépet? Hogy tudna venni? Hát ez stewardess. Nyilván nem tudja hozni a stewardess. Hova kell nyúlni? Igazából tudom, hogy hol van a kalapács benne a fülkében, illetve hogy hol van a kézikönyv, hogy sikítva hívjam a kollégáimat maximum, hogy de mondjuk minden van, ilyen terhességlevezetéstől kezdve. Gépletétel, terhességlevezetés, igen, robotpilóta bekapcsolás. Amikor elszállásolnak benneteket, a kapitány jobb szobát kap, vagy ott egyenrangúak vagytok a szállodában? Egyenrangúak, de mindenki egy személyes szobát kap, tehát a nyugalom az mindenkinek. Hát, hogy a kapitány több helyre is át tudjon menni. Hát általában volt olyan, hogy afrikai országban érkezve, mindig volt egy találkozó, ugye a kapitány szobájában az egész legénységnek, és ott egy fertőtlenítő. Tapítaragasztó. De ez csak is az én egészségünk védelmében. Persze, az egészség. Hogy másnap tudjunk repülni. Andi, van olyan dolog, amit kérhetünk a stewardess-től, de mondjuk nem köztudomású, mert például tudjuk azt, hogy mondjuk mit tehet mondjuk egy BKV ellenőr a villamoson. Biztos a stewardesseknél is van egy ilyen szabályzat, hogy például, mit tudom én, zuhan a gép, és akkor én gyorsan oda szaladok hozzá, hogy Andi, szerintem már csak 4 percünk van hátra, de nekem 2 is elég. Elhúzhatták a függőt, hogy lehet valami. Ez benne van a stewardess kézikönyv, hogy zuhanás esetén minden utas tessék boldogát tenni. De először a business class. Először first class, business class, economy, tudod. És mi? Igazából semmit nem tehetünk, ami mondjuk így a szórakoztatáson kívül, vagy a szórakoztatás jelenteni egyébként. Az első a biztonság megteremtése. A saját, oké. Látják azt a kis csónakot, ott ülök, igen. Egyébként tudjátok, hogy a biztonsági bemutatón is azért van az, hogy először mindenki a saját maszkját húzza föl, és utána esetleg az arra rászorulóét, a gyermekét, mert hogy először muszáj magadat rendben tudni, hogy másoknak tudjál segíteni, úgyhogy ez így. Jani, hogyha egyszer zuhanunk együtt, én először biztonságban leszek, aztán megkereslek valahol is. Jó, én előre küzdöm majd maga. Dacolva a gravitáció. Ismer vagy, Janit, vagy, ha budil lesz, és valamit ott beszorul éppen, igen. Vagy ráesik valami, igen. Na, nem lehet a WC-be beszorulni egyébként. Tehát van egy ilyen kis titkos nyitó, amit a stewardessek ugye tudnak, hogy hol kell kinyitni, és nincs olyan, hogy valaki beszorulna. Hát hogyha mondjuk háttal támaszkodom a budinak, és lábbal tolom felétek, ott nem fogtok ti bejönni. Akkor is végzek azzal a magazinnal. Akkor is megbünteted magad. Igen. Andi, nagyon drága vagy, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, vigyázz magadra. Folytasd a zuhanyzást, jó? Okay, puszi, köszönjük. Molnár Andi, ciao, hello. Szia. Ez megszakított zuhanyzás. Azért. Igen. Érted. Na jó van, Óven bácsival. Rászáradt szappanhab. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel.
Halló, jó reggelt! Hello! Szia! Szia! István, szia István, hello! Szia! István, bele is vágunk, jó? Egy kicsit itt elhúztuk az időt, úgyhogy mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj! Te jó Isten! Ez repülő? Hát, ez nagyon baj, ez, ha ez az. Igen, ez repülő kárpítjának a porszívózása. Van segítséged? Igen, van. Van. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Na, 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 na. Ó, hát ez sokat adtuk mi is. Lehetne még egyszer? Figyelj, mutatjuk. Na, 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 na. Ó, hát ez... Nagyon sokat ment. Túl sokat is. Külföldi. Tehát nem magyar. Hallgass meg még egyszer, figyelj. Na, 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 na. Hát így elsőre nem mondjuk. Nem már. Nem. Olyan mérges leszel magadra, mint még soha. Vegyük ki a bögrét? Igen. Na figyelj, kivettük a bögrét, jön egy kicsit hosszabb részlet, figyelj. Na, 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 na. La, 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 la. Bizony. Na hát, ha ebből se, akkor ez... A mexikóiak rossz kiejtése Lamigónak mondja. Hát nem ugrik be. Nem? Nem. Hát figyelj, ez lesz. Mondjad, mondd még egyszer. Amici. Én bírom ezt oda a gyerekek. Ezt szeretem. Én is, az első 50 személy. Ez egy jó dal. Hát elsőre nem ugrott be. István, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Morning show. Az bizony, kivettük a bögrét, de a többit megkapod, jó? Köszönöm szépen, szép napot. Ügyes voltál, ciao. Ciao, Avancsi. Hello, hello. Na gyerekek, jövünk vissza a hírek után, vendégünk lesz majd egy paleontológus, ugyanis nem sokára jön a Jurassic Park 4. Végre! Gyerekkorunk nagy kedvence, ugye Steven Spielberg által rendezett. Imádom a kémiát. Gyerekkorunk. Gyerekkorunk kedvence Jurassic Park 4, 92-ben volt az első, ha jól emlékszem, tehát az még azért erősen. 22 évesek voltunk a Janiban. Igen, volt. Jó, ti ja, igen, én 15. Ja. Én 15. Akkor mutatták be a Jurassic Parkot, meghívtunk egy nagyon jó fej paleontológust, hogy meséljen nekünk kicsit erről a világról, mi igaz, amit láttunk a Jurassic Parkban, mi nem, és egyáltalán az ember miért szeret homokban csontokat ecsetelni. Azt, hogy a Spielberg rendezte, az igaz. Igen, az érdekes. Érdekes dolgokat mond, vele beszélgetünk majd a hírek után, 8 óra múlt 1 perccel, jövünk Ákos hírei után. 8 óra múlt pontosan 16 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, csak azért, hogy egy kicsit könnyebb legyen ez a hétfő reggel, gyerekek. Van neked szíved, te gyerek? Ja. Van neked szíved. Mindenki fölébred. Hétfő reggel 8 óra után 1000-ért be lehet tenni, aztán többet nem, de hogy kicsit mindenki magához térjen, kiessen a kanál a kezéből, megálljon a csésze a szájában vagy a kezében, nyilván megenni nem akarja, vagy a kanál éppen a szájában. Szóval, hogy hát igen, egy jó kis Malmsteen, ha valaki nem ismerné. Itt írjátok sokan, hogy köszi Jani, nincs Jani keze ebben a gyerekek, dologban. Akár hiszitek, akár nem, is különösen az az SMS tetszik, hogy rúgjátok le a kiskopaszt a keverőről. Lesz. Igen, nincs, nem volt Jani keze ebben. Én, ha hallgatok rockzenét, én ilyet hallgatok. Tehát a dallamosabb fajták közül, a hörgős, röfögős nekem egy kicsit sok, de meg akartam mutatni, hogy van a dallamos rockzene, és nem is volt állít, egy Malmsteen szólt nem, egyébként. Nem, így van. Ezek az ilyen típusú zenéket én nem hallgatom, én szeretem azokat a zenészeket, akik már nem keresgélik a saját szexuális identitásukat. Ez se jó neked egy Malmsteen. Nem, egyébként teljesen ez nem dallamos volt. Rock, ez az. Nekem picit öncélú. Tehát, hogy tudod, izé, jó, énekelgess egyébként, persze, jó, nagy. Te is nyújtja ki a basszusgitárodon, jó, oké, jöhet a ritmus, de hol a szóló? Végre itt vagyok én! Végre tolhatok egy 3 perces szólót. De hát Malmsteen a zenekar neve is. Hát figyelj, ha valaki akkora show van, mint a Malmsteen, akkor az róla kell, hogy szóljon. Hát egyéniség, hát az egyéniségekről szól azért alapjából sokszor egy-egy zenekar is. Malmsteen, így hívják a zenekart is, így hívják őt is. Ott én nagyon van. Senki nem rúg labdába, de ilyen gyors kézzel nem is kell, hogy valaki labdába rúgja mellette. Hogy most gitározik? Tudod, mi lesz szerdán egyébként, mikor a Titus ezt előveszi? Azt mondja Brian, én? Hát kimentem pisilni. Valami volt. De most ott hagytuk a pultot, Jani meg itt valami, megnyomott egy gombot. De hát tudod, hogy én mit hallgatok? Hát Frankie Gusto Hollywoodot, Avanci. Jó, csak mondom, hogy ez egy egyszerű alkalom volt, csak hogy hétfő reggel mindenki egy kicsit felébredjen. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy vannak közlekedési híreink, igen, hiszen mondani akarom, hogy mi a helyzet az utakon. Szép fotballja, hogy húzod az időt, kicsit se átlátszó. Baleset van Tinje és Pilis Csaba között. Félsáv járható, vigyázom mindenki, mert pont a kanyarban van. Ezt Feri küldte nekünk. Aztán a 85-ös Peresztek Győr felüli bejáratánál két kocsi az áróban, Orral Győr felé.
Zoli küldte, valamint Budakeszi közepén sajnos gyalogos gázolás történt, mentő már a helyszínen, ott is elég nagy dugó van. Valamint Hungária körút, Lánymányosi híd irányába Tököli út után baleset történt, a belső sávban elég nagy a torlódás már ott is, és a Hengermalom kereszteződésétől a Szerémin a híd felé lámpa nincs, valószínű, hogy káosz lesz, ezt is SMS-ben kaptuk, ha valakinek van friss közlekedés híre, küldje el nekünk, SMS számunk 06 745 00 00. Na, vendégünk van itt a stúdióban, méghozzá egy olyan ember, aki számunkra, és azt hiszem talán fogalmazhatok többes számban, olyan dolgot csinál nap, mint nap, ami mindhármunk számára kicsit érthetetlen, értelmezhetetlen. De most nem ezért van. De mégis egy nagyon izgalmas világ tárul föl szerintem most előttünk, és van apropója is a dolognak, hiszen nem sokára bemutatják ugye a Jurassic Park legújabb részét, én már nem tudom, Jurassic Park 4 vagy 5, ami gyermekkorunk, hát kinek gyermekkor, igen, kinek kamaszkor. Igen. Meghatározó filmjei közé tartozott, ugye Steven Spielberg által rendezett Jurassic Park 1991 vagy 92, amikor hát mikor nézte meg? Mikor nézte meg, akkor volt a bemutató, amikor szájtátva néztük, hogy triceratopsok, T-rexek, velociraptorok elevenednek meg előttünk, és hát életnagyságban 3D-ben, mit tudom én, mozognak a filmvásznon. Amiről most megkiderült, hogy kamu, az egész nem úgy néznek ki. Nem úgy néznek ki, akkor gondoltuk. És meghívtunk egy paleontológust, hogy beszélgessünk egy kicsit vele. Egyrészt magáról a filmről, hogy mi igaz abból, amit ott látunk. Igaz-e, hogy a T-rex az csak mozgásra közlekedett régen? Igaz-e, hogy a raptorok hárman támadnak egy előről, kettő oldalról? És magáról, erről a foglalkozásról, mint mesterség, ha valaki paleontológus, számunkra nagy rejtély. Ősi Attila vendégünk. Hello Attila, jó reggelt kívánunk! Várjál. Be is adnak. Igen, jó reggelt, sziasztok! Már hangod is lesz. Hello Attila. Ősi Attila, hát névvel nem szokás humorizált. Bocsánat. Ugyanaz kapta tőlem is. De gyerekek, hát ezt nem tudom kihagyni, hogy valaki paleontológus több millió éves csontokat kapargál, és közben így hívják. Hát valószínű, már ez elrendelt volt neked, nem? Hogy... No, man, ezt Tomán szokták mondani, de hát... Így van. Ez idegenül volt, hagyjad. Jelentsen ez bármit is. Így van, a név kötelez, ahogy mondtad. Na, te ezt már gyerekkorodban tudtad, Attila, hogy te csontok között botorkálva csontokat kapargálva mész majd? Vagy láttál te is egy filmet, és az adott egy lökést? Nem, abszolút. Engem csak a gimnázium elején kezdett el érdekel, 90-es évek közepén, de már az első Jurassic Park után. De láttad a filmet? Láttam. Az lökött rajta, hogy ez legyél? Annyit nem. Nem. Amikor azt láttam én már, akkor már... Akkor te már tudtad, hogy ez a jövő. A múlt a jövő. Igen, az ajkai mozikba azért nem adták egyből a Kármánkol is megjelenés után. Az ajkai mozgóban. Igen, ez egy baromi érdekes dolog, amit ti csináltok, egyben számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy kimennek felnőtt emberek, és hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül túrják a földöt, valaki talál egy szabad szemmel alig látható csont szilánkot, körbeálljátok, leizzadtok, felkiáltotok, és azt mondjátok, hogy úristen. Igen, meg az nem az. 60 millió éves valami. Ráadásul Magyarország, ha jól tudom, lelőhelyekben nem is annyira gazdag. Tehát itthon ezt kutatni nem is annyira hálás feladat, nem? Hát ősmaradvány lelőhelyek azok vannak szép száma hazánk területén, de mondjuk dinoszaurusz lelőhelyekben tényleg nem bővelkedünk. Tehát 2000-ig csak néhány lábnyomot ismertünk a dinoszauruszoktól, a mecsekből, ami 200 millió éves lábnyomok voltak. De az első csontokat, azokat mi találtuk meg 2000-ben a Bakonyban. És van olyan, hogy mit tudom én, egy ilyen gyengébb képességű paleontológus, amikor azt mondta, hogy nézd ott egy lábnyom, hol, és átgázol rajta, mert valaki egy kicsit mondjuk elragadott abban az adrenalintól, van ilyen, hogy hát biztos, de a lábnyomokat illetően nem mindegyik lábnyom olyan jól látható. Tehát aha, van olyan, amikor egy egész sétateret találnak, 1988-ban bekövetkezett, ez geológus hallgatók fedeztek fel, tényleg több 10 méter hosszan dinoszaurusz lábnyomok tucatjait, ahol valamelyik lábnyom tök mély és jól látható, szép, három új, mint egy csirke lábnyom, de van, amelyik meg csak egészen seké. Igen. De hiszen lázba jöttél, ahogy hirtelen erről lehetről elkezdtél beszélni. Mennyi ideig kell keresnetek ahhoz, hogy végül találjatok valamit? Hosszú hónapok után van valami, vagy van úgy, hogy az ember kimegy, és az első nap után van annyira szerencsés, lehajol, és talál mondjuk egy Tyrannosaurus fogat, mondjuk. Hát Tyrannosaurus fogat itt Magyarországon nem nagyon fogunk találni, de minden esetre az biztos, hogy beletelik egy időbe. Tehát mielőtt bármibe belekezdesz, szóval azt kell tudjad, hogy hol keresd azt a leletet. Tehát nem úgy van, hogy bemegyünk a Bakony rengetegébe, és mindjárt dinócsontot fogunk találni. Először azt a kőzetet kell megtalálni, azt az anyagot, amiben ugye a leletek lehetnek. Ez egyrészt olyan korú legyen, ugye 85 millió éves mondjuk a bakonyi dinók esetében, de mindenképpen a dinók korából származó, ha dinoszauruszokat akarsz találni. Másik, hogy olyan környezetben képződött anyag legyen. Tehát tengeri üledékes kőzet, ami nálunk nagyon sok van, Budai-hegységben, a
gerecsébe, a bakonyba, vagy akár az Alföld területén is, nagyon sok helyen, persze mélyebben, ott nem keresünk dinoszauruszok maradványait, mert ezek alapvetően szárazföldi állatok. Úgyhogy azért nem volt egyszerű megtalálni, volt benne némi tudatosság, és volt benne szerencse is. Olyan nincs, hogy én bemegyek mondjuk egy múzeumba, ellopok valamit, bemegyek a bakonyba, leteszem a földre, és három nap múlva megtalálom, és világhírű leszek? Ez elképzelhetetlen? A paleontológusok oda csempésznek valamit, hogy utána ők találják meg? Hát ezekre azért vigyázunk, úgyhogy mielőtt eljutná a bakonyba, már a sitten ülsz. Igen, de előtte rettenetesen megvernek egy sikátorbal a fejeden egy zacskó. Mert valahol Görögországban bemész egy múzeumba, azt megpróbálod elhozni, lerakod itt a bakonyba, megtalálod, és világhíres leszel. Van olyan, amit az ember felfedez ilyenkor, és mondjuk a világ számára teljesen ismeretlen? Vagy ahhoz tényleg baromi szerencsésnek kell lenni, hogy te mondjuk valami olyat találjál, amit még soha nem talált meg senki. Hát, hogyha egy olyan helyen ásol, ahol előtted még más nem ásott, és mondjuk földtani geológiai szempontból ez egy teljesen unikális hely, és az tetejében olyan kőzetben, amiben tényleg még soha senki nem talált semmit, akkor van esélyed arra, hogy új dolgot találsz. Az itt mellettem látható állkapocs, ez egy 30 centis állkapocs. Ez az. Ez aztán nem dinoszaurusz. Azt hittem, csúzli ágas. Ez egy ilyen V-alakú csontot, igen, látunk, igen, tulajdonképpen. Körülbelül 30 cm-es állkapocs, ez egy nem dinoszauruszé, hanem azoknak egy közeli rokonái, egy repülőhüllői, egy bakonydrákónak nevezett repülő. Bakonydrákó. Bakonydrákó. De jó, bakonysárkánya, annak egy állkapcsa. Pontosabban arról egy hiteles, kézzel festett másolat. Ez a lelet, ez ebből egy darab van a világon. Uh-huh. Hol van az eredeti? Miért nem a Magyar Természettudományi Múzeumban van az eredeti, ott meg lehet nézni sok-sok más egyéb dinó lelettel együtt. Ha ő se lehetett egy veszélytelen állat. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy ha a homlokomon kopogtatna egy ilyen csőr, elmerülnék neki. Na most az, hogy találtatok egy ilyet. Te leülsz a kis íróasztalodhoz, ahogy a hallgatók értsék, ez tényleg úgy néz ki, mint egy csúzli ágas. Honnan a francból rajzolod meg az egész madarat, de tényleg? Aki hát nem madár, ez ugye, egy nagyon jó tudjuk. Kérdés, és igazából az egészet szöröstül, bőröstül, színes, nem lehet ezt így biztosra mondani. Azt tudjuk, hogy mi a lelet. A csontfal vastagság elárulja, hogy a repülőhüllővel van dolgunk. A morfológiája, a csőr, ennek a csőrszerű képződménynek a tulajdonságai mutatják, hogy ez valami állkapocs, és azt is tudjuk, hogy a repülőhüllőkön belül melyik csoporthoz tartozik. Az nem azok... lehet, hogy két ujjú láb? Nem. Imádom, hogy megfejtitek, hogy mit találtak, igen, valójában. Hát én ezt mondtam hozzá. Nem lehet. Én nagyon szeretem, hogy szakik vagyunk. Nem lehet, hogy az valami egészen már. Én meg itt csatlakozott a bokája, ugye? Az sima. Azért az egy érdekes pillanat lehet, azon gondolkozom, amikor az ember megpillant valami olyat, amit mondjuk x millió évvel ezelőtt látott valaki utoljára. Tehát azért az embernek ludbörös a hát, amikor erre gondol, hogy Jézusom, én kiveszek valamit a földből, és lehet, hogy utoljára ezt mondjuk 40 millió évvel ezelőtt látta valaki vagy valami, nem? Hát gondolom, ezért csináljátok. Azért ez egy nagy pillanat lehet. Hát igen, alapvetően azt hiszem, hogy a legtöbb kutató vagy paleontológus életében ez az egyik legfontosabb momentum. Ez David Attenborough is nagyon sokszor elmondta a filmjeiben, hogy nagyon kevés olyan érzés van a világon, mint az, amikor elmész mondjuk ősmaradványokat gyűjteni, ott van egy kötőn belőtted, mondjuk 150 millió éves, ráütsz egyet a kalapáccsal, ketté nyílik, és ott van benne egy ősmaradvány, amit utoljára a napfényben 150 millió éve látott egy állati vagy akármilyen szempár utoljára. És tiéd az első, aki viszont látja. Ezeket a dinoszauruszokat, amiket mi látunk ábrázolva, ezek sejtés, hogy így nézhettek ki, vagy azért ezeknek van tudományos alapja, hogy a T-rex tényleg akkora volt, a velociraptorok tényleg olyan mozgékonyak voltak, akkorák voltak? Hát ennek van tudományos alapja, a csontanyag alapján. Tehát a legtöbb esetben a csontanyag alapján tudjuk rekonstruálni. Tehát például az, hogy ez az állat mondjuk hogy nézett volna ki a koponyája, ez a csont az, amit fel tudsz használni. A hossza, a morfológiája, a kiterjedés szélessége, és így tovább, ez az, amit tudsz használni. De az, hogy mondjuk mennyi hús, mennyi bőr volt rajta, vagy milyen színű volt, vagy tollas volt, vagy nem tudom. Az már feltételezés. Az részben feltételezés, uh-huh. Illetve közvetetten mondjuk más olyan repülőhüllők alapján tudnánk ezt a bakonydrákot rekonstruálni, aminek komplett csontvázas, sőt, akár a bőrének vagy a kültakarójának a lenyomata is ismert, mondjuk Kínából. Volt, hogy te új fajt fedeztél föl, vagy körbe telefonáltál mindenkit a világban, és azt mondta, a gyerekek, én ezt találtam, senki nem tudta, hogy mi az, ami azt jelenti, hogy egy új faj, amit találtál, ilyen lehet? Ez egy új faj volt például. És ezt te találtad? Ezt Makádi Laci barátom találta, ezt a példányt, de végülis én publikáltam. De téged ki volt először? Hát ott volt. Együtt voltam. És elmentett tőle, és megöltett. Laci már nincs velünk. Laci már nem mondhatja el a történet másik oldalát, viszont azóta erről te publikálsz. Tehát, hogy az ember felfedez egy új fajt, és ilyenkor mondjuk te adhatsz neki nevet, vagy te nevezheted el, hogy hívják, hogy vonuljon be a történelembe? Hogy
Igen, hogy ki publikálja, az egy olyan dolog, hogy ki az, aki adott lelettel foglalkozik. Tehát például nagyon sok leletet találtunk a Bakonyban. Több mint 10 000 csontmaradvány ismert, köztük legalább egy tucat új fajjal. Ezek között van legalább 4-5 új dinoszaurusz faj, ilyen például a Hungarosaurus, vagy az Ajkaceratops. És ezeknek a publikálás, mint hogy én kezdtem... Ajkaceratops? Ajkaceratops. Ajkaceratops. A közelében a Triceratopsnak egy közeli rokon. Az Ajkát azt értette, az Ajkát felét. Ajka városa után. Aha, és ezt a nevet adtátok neki. Igen. És mint hogy én dinoszauruszokkal foglalkozom, a dinoszauruszok esetében mondjuk úgy, hogy az én feladatom az, hogy publikáljam a leleteket, és mondjuk adjak nekik nevet. Uh-huh. És innen jönnek ezek a nevek. És de mondjuk, hogy mindenki lebeszélt arról, hogy magadról nevezd el. Találtam egy ősi, egy ősi leletet találtam. Most találtál egy nagyon régi leletet, vagy már elnevezted magadról? Nem, nagyon régi, de hogy én találtam, értitek? Magára az ember nem nevezel. Nem, nincs ilyen, hogy magamról nevezném. Nem, Sebestyén Raptor, azonnal. teljesen szerintelenül lelkiismeret furdalás nélkül. Tehát abban a pillanatban. Rákóczi Szaurusz. Olyan van, hogy csapkodod a földet, és mondjuk a kis érckalapácsoddal mondjuk ketté törsz egy leletet, és utána kicsit kell, és akkor kicsit ragaszgatsz, kicsit csalsz, és nem mondod el senkinek, hogy te azt éppen ketté törted a nagy kutatásban? Sokszor előfordul. Tényleg? Igen. És akkor egyik szemed sír, a másik nevet, hogy találtál, hát, és össze is törted? Jó, hát azért nem úgy töröd össze, hogy látod és ripityára töröd, de mondjuk úgy, hogy feszítesz fel a kötömöt, vagy éppen a kis piszkutával, ez ilyen preparáló tű, azzal bontod a kőzetet, és egyszer csak így rattyan egyet, és így belehatoltál a csont oldalába, mondjuk egy csigolyába, akkor ott letisztítod, ecset, ragasztod minden, és egy fél napig ott görnyedsz, mire rendbe rakod. Olyan is, hogy egy picit visszahúzod rá a földet, és mondod, hogy Laci, fejezd már be ezt, léci! Ilyen nem fordulhat elő a mi csapatunkban. Hányan dolgoztok ilyenkor egyszer? Ez egy magányos dolog paleontológusnak lenni, vagy ott térdel melletted a Béla, ott van 3 méter előtted Ibolya, aki szintén térdel, és akkor csapatban dolgoztok, zenét hallgatok, vagy ez egy ilyen mély elmélyülés, az ember közben kicsit meditatív állapotban ott ütögeti a földet, és Ibolya egyedül csinálja. Térdel. Nem, a mi ásatásunk az egy elég laza társaság munkája, tehát itt alapvetően beszélgetés, eszetlenkedés megy, fiúk, lányok, főként egyetemi hallgatók vesznek részt hiányos öltözetben, hiszen nagyon meleg van a bányában általában. Úgyhogy tényleg egy 20-25 fő, alapvetően a kutatócsoport tagjai, doktoranduszok, egyetemi hallgatók, néha még gimnazisták is csatlakoznak hozzá. És ti mondjuk a régészekkel konkuráltok? Tehát van olyan, hogy találsz egy római kori edényt, és csak azért is széttöröd, hogy ne legyen szerencséje, ha neked nem volt a napfék? Nem. Ne szóljatok nekik, megint ide jönnek 30-an, rohadjanak meg. Mi ilyet nem csinálunk. Alapvetően mi olyan kőzetekben keressük ezeket a leleteket, ahol nem fogsz találni régészeti leleteket. Uh-huh. Tehát maga a kő, ahogy a csont is, ugye a kőzet is 85 millió évvel ezelőtt lerakódott, mondjuk a Bakonyban ez a dinó lelőhelyen talált a kőzet folyóvízi ártérüledék. Tehát egy szubtrópusi klíma alatt létezett kanyargó folyómenti világot képzelje el. Mit tudom én, milyen egykori ős fákkal, amik ma már nem élnek, vagy részük már nem élnek. Hát addig, amíg lejutok oda, addig biztos van ilyen köztes állapot is. De akkor azt gondolom, azt mert félre söpritek. Vagy? Hát, hogyha olyan sokat ásnak, nem, 18 méter mélyen húzódó kőzetrétegből szedjük ki ezeket a csontokat, de nem mi ástunk le idáig, hanem az ott egykori, ez egy egykori bauxit bánya, ahol a kutatások folynak, és gyakorlatilag ebben a bányában, egy kőfejtéses bányában a bauxitot, hogy elérje a cég, a KFT, gyakorlatilag leszette a bauxit fölötti 60 méternyi kőzetet, mondjuk egy 800 méter átmérő gödörbe. Ezzel elég nagy szívességet tett nektek. Abszolút. A kis kalapácsotokkal azért nehezen értettek volna. Nincs az a kutatási pénz, amivel ezt tudnád finanszírozni. És olyan volt már, hogy itt élő láncot kellett alkotnotok, hogy megállítsátok a buldózereket, meg a robbantómestereket, mert hogy ott volt valami lelet, de nekik tovább kellett volna haladniuk? Olyan volt, hogy a bányászati tevékenységhez közel találtunk valami nagyon fontos leletet, de ezt mindig meg lehetett beszélni a bányával, hogy abszolút ezt a részt egy hónapra hagyják békén, vagy valami, és addig mi begyűjtöttük a dolgokat, tehát abszolút kóperál. Csak az építésvezetőről kellett elnevezni, lakatos szaurusznak. Nem voltak ilyen extra kívánság. Mennyire valós az, amit a filmben látunk? Tehát például nekem a 92-es első Jurassic Parkban az egyik kedvenc részem, amikor jön a Tyrannosaurus, és mondja az egyik szereplő a másiknak, hogy ne mozog, mert a T-Rex csak azt látja, ami mozog, tehát a mozgást érzékeli, kvázi vakok voltak, és valahogy a szaglásuk és a szemmozgásuk alapján tudtak az áldozatra menni, de úgy, ha az mozgott, ha megállsz egy helybe, akkor a T-Rex elvileg téged nem lát. Ez ezt egy valós dolog. A filmben meg is cáfolták azonnal, amikor a retyón ül a csávó, emlékeztek arra. Igen, jelenetre. A Jack Goldblum. Aztán nem mozgott. És nem mozgott, igen. És így, így ette meg. Te láttad ezt a filmet?
Ja, ezt csak mesélték, bocsánat. Mi történt? Elvesztettél egy fogadást, hogy be kellett ülned egy moziba? Vagy mit csináltál egy moziba? Szóval, vagy például a velociraptorok, azok úgy támadnak, hogy egy áll elől, kettő pedig közben oldalról közelíti az áldozatot, kvázi, tehát gondolkodnak, ez igaz? Hát ez a két faj, vagy mondjuk úgy nevezzük fajnak, amikről beszélünk, ugye ezek alapvetően ragadozó dinoszauruszok, és egy olyan ágát képviselik a dinóknak, amikből lettek a mai madarak. Úgyhogy ezeknek az esetében elég könnyű a dolgunk, mert például az agyterület fejlettségét illetően, amit mondjuk egy jó lelet alapján a CT felvételkel meg lehet mondani, hogy mekkora volt az agytérfogata, jól össze lehet vetni a mai madarakéval. És mondjuk a velociraptor esetében, ami ténylegesen nagyon-nagyon közel állt a legősibb madarak fejlődési ágának kialakulásához, vagy egy nagyon közeli rokonok a madarakkal, ott azt gondoljuk, hogy ezek tényleg igazán intelligens csoportja lehetett a dinóknak. Tehát, hogy gondolkodtak és úgy vadáztak csapatban, igen, amit ábrázolnak a filmben. Hogy aztán egy szemből kettő oldalról, vagy milyen konfigurációban, vagy egyetlen történt-e ilyen, azt nem tudjuk. Arra jó esély van, hogy csapatokban mozoghattak. Például azok a Komlosaurus carbonis, Komló városa után és a kőszén után elnevezett dinoszaurusz lábnyomok, amik a mecsekből kerültek elő az elmúlt néhány évtizedben, amiről meséltem. Csontok egyébként nincsenek mind a mai napig. Ott például találtak olyan felületeket, mondom, 50 négyzetméter vagy 30 négyzetméter felület, ahol több állatnak a lábnyomai, a csapái egymás mellett egy vonalban ott mennek, ugyanolyan lépéstávolságban. Tehát lehet, tehát tényleg, után ott lehet egy csorda, valószínűleg ragadozó dinoszauruszok egy csapata végig vágtázott a tengerparti fövenyen. Ha mondjuk lenne lehetőséged, lehet, hogy hülye kérdés, és létezne az időgép, és azt mondanád, hogy azt mondanák neked, hogy mindenféle védelem nélkül, fegyver nélkül, hadsereg nélkül 3 napra te visszamehetsz. Mondjuk itt Magyarországon, 60 millió évvel ezelőtt. Valószínű, hogy meghalsz, de láthatod őket élőben. Akkor visszamennél? 75 éves koromban, igen. Igen? Meddig maradnánk életben mi emberek, ha mondjuk erre jönne egy lehetőség? Körülbelül egy ilyen világban, ahol csak dinók vannak. Nem tudom. Nem, ezt nem tudom megmondani. Ez valószínűleg nem sokáig. Nem sokáig, ugye? Lehet, hogy ott egyszerűen egy trópusi betegség előbb végezne. Hát, hogy mennyire kellemetlen lenne, nem? Átkerülnél ebbe az időségbe, és annyit tudnál mondani, hogy nézd, dinók! És fizettél az utazásért 3 millió forintot. Honnan egy sziranotat? És 15 éve korábban haltál meg, mint ahogy egyébként haltál. Mi egyébként ezt összekombináltuk a Vissza a jövőbe filmnek a történetével, biztos azt is láttátok. Fluxus kondenzátor. Hogyha mondjuk visszamész a múltba, igen? A dinók korába, pont erre a helyre. Igen? Igen, és ott leírod egy jegyzetfüzetbe, mert mondjuk áram nincs, laptopot hiába viszel, leírod egy jegyzetfüzetbe egy olyan tollal, ami nem mosódik el, és elásod egy ládába egy biztos fix helyet, egy olyan geológiai rétegbe, amit megbeszéljük előre. Visszamész, és mi megtaláljuk ezt a ládát is. Kiszeded a hizét, és le van írva, hogy milyen színűek és mekkorák voltak. Aha, vagy... tehát hogyha te nem tudsz visszajönni, és ott nem jössz vissza, de mondjuk a Makári is... Laci barátomat visszaküldjük a Trabantunkkal. Nyilván a Lacit. Ezt mi eljátszottuk, sőt, ezt egy Zahar István barátom meg is írta egy ilyen kis képregényben. De geniális az ötlet, tehát nem jön vissza, de tudjátok, hogy hol keresétek. Igen. Ahogy a Doki is a visszajövőbe elrejtette ugye az autót. Ez a vércsebből, illetve a dinoszaurusznak a DNS-éből újra visszaállított, gyakorlatilag újra teremtett dinoszaurusz mítosz, ez egy működőképes dolog, mert ugye a Jurassic Parkban is ez volt, hogy egy kis borostyán darabban benne volt egy szúnyog, és akkor a szúnyogban meg dinóvér volt. Ez egy nagyon jó kérdés, erre válaszolunk a hírek után. Maradjatok velünk! Morning Show! Klassz FM-en. 3-4-9 van, pontosan jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, vendégünk van Ősi Attila paleontológus, és ugye jövőre jelenik meg a Jurassic Park 4 című amerikai film, aminek láttuk a trailerét, és szerintem sajnos itt is az a veszély fenyeget, mint a legtöbb ilyen folytatásnál, remake-nél, hogy kicsit gagyira sikeredett. Hogy nem tesz hozzá a 3D. Hogy igen, nem tesz hozzá a 3D, ráadásul az elsőben még olyan szerethetőek voltak, itt már tényleg minden cégéivel készült, szerintem kevésbé szerethető. Minden esetre a dinókról beszélgettünk, a dinó kutatásáról, és arról, hogy van egy olyan foglalkozás, amiről keveset tudunk, mégis emberek térdelnek ugye a sárban, és közben 60-70 millió éves dolgokat találnak. Olyannyira, hogy Attila hozott nekünk egy dinoszaurusznak a páncélját, amire én... le? Nem tudom, azt itt van nálam. Aha. Ja. Amire én rámondtam finoman, hogy gyerekek, azért térdeljünk le, mert ez egy 60 millió éves kis lelet, mire finoman kijavítottál, hogy 85. Ugye? Így van. Nem ugorhatunk itt 20-25 millió évet az időben, de hogy az ember a kezébe tud fogni valamit, ami 85 millió évvel ezelőtt élt, létezett. Szóval ez egyébként tényleg elképesztő. Tehát az ember hátal útbőrözik. Mire Jani megkérdezte, mit kérdeztél? Hogy nem, vagy a Feri kérdezte, hogy ez honnan tudjuk, hogy igazi, vagy hogy nem egy földdarab, és te elmondtad, hogy azért ezt meg tudjátok különböztetni.
Igen, abszolút. Hát a kőzet réteg, ami ezeket a csontokat magával rejti, az teljesen más állag. Ugye mondjuk egy homokszemekből álló kőzet réteg, egy homokkőpad, amiből kiszeded a csontokat. A csontok alapvetően, legalábbis a bakonyi dínók esetében ilyen sötét barna, feketés színűek, úgyhogy viszonylag könnyen felismered, és meg tudod határozni. A leletnek a felszíne, a textúrája, hogy milyen apró kis lyukak vannak rajta, vagy barázdák, ezek mind-mind arról árulkodnak, hogy most éppen a csontváz melyik részén járunk, hogy ez egy páncél. Mit fogunk egy dinónak a páncélját? Ez valószínűleg a Hungarosaurusnak. Ezek a nevek, mondjuk, jó, ezeken ki vagyok. Ez az Ajkaszaurus, Hungarosaurus, nagyon jó. Ez az első magyar dinó, amit leírtunk innen, ezért kapta a Hungarosaurus nevet, nagyon egyszerű. Sztori, ennek egy páncélelem. Ez egy páncélos dinoszaurusz volt, ami azt jelenti, hogy ilyen lapos csontpikkelyek borították a testét a nyakától a farka végéig, több száz ilyen lelet, és ebből az egyik ilyen lelet az, ami itt a... Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy a magyar városokról nevezitek el, simán lehet később, hogy Balmaz, New City, Saurus, hát hogyha mondjuk arra nem nagyon vannak hegyek, de én ennek örülök. Tudsz mondani nekünk méreteket, csak hogy értsük, hogy mondjuk egy elefánt körülbelül 6000 kiló. Mondjuk egy Brachiosaurus, ami a Benének a kedvenc dinója, mert éppen azokat tanulja, az egy növényevű, hosszú nyakú. Ja, ő a kis Brachiosaurus. Hogy milyen magasak voltak, hány kilók voltak, csak hogy összetudjuk hasonlítani emberi léptékkel mondjuk egy elefánttal, ami mondjuk tényleg 6-8000 kiló körülbelül. Ahhoz képest egy T-rex, vagy egy még nagyobb állat mekkora volt? Hát a T-rex az, ha jól emlékszem, olyan 12-13 méteres testhosszúságú, fejfarok hosszúságot illető. Nem azért mondtam, hogy jól emlékszem, hogy még ott jártam. Igen, utoljára láttam, igen. De mondjuk a Giganotosaurus, ami ugye a patagóniai T-rex, és ugye ez egy picit nagyobb, legalábbis a koponya leletek alapján. Most az az érdekes, hogy ez a Giganotosaurus, ami Argentínából került elő, kb. T-rex-el egy idős, egy kiállítás keretében itt voltak a rekonstrukciók a Magyar Természettudományi Múzeumban, kétszer is most már, és ugye ez egy picit nagyobbra építették meg, mint a T-rexet, holott én láttam az eredeti leleteket Argentínában, és hát azért azt el kell mondjam, hogy nincsenek komplett csontvázak, ellenben a T-rexből vannak. Ugye az egyik leghíresebb ilyen T-rex lelet, az a Sioux nevű jószág, amit egy indián rezervátum területén találtak, és hát ugye Amerikában, az USA-ban úgy van, hogy amit a földben találsz, és a te földed, az a tied. Na hát ez az indián rezervátum lett, úgyhogy a Chicagói Field Múzeum, céget szabad-e mondani? Nyugodtan. Oké, szóval a McDonald's és a Disneyland segítségével több mint 6 vagy 7 millió dollárért vette meg a múzeum számára. Na, az egy olyan lelet. Láttad élőben, vagy kiállítva? Nem láttad. Hát fotót rengeteget a filmet. Na, mindenesetre az egy olyan lelet, ami tényleg az orra hegyétől a farka végéig megvan, az alapján baromi jól tudsz mondjuk testtömeget számolni, ez azt már rekonstruálják, beszkennelik, mindent lehet vele csinálni, és mondjuk megállapítják, hogy egy átlagos T-rex, nem tudom, itt a 5-7 tonna volt, most mondtam egy számot. Aha. Tehát nem voltak azért ezek a ragadozó dinók olyan nagy tömegűek, de egy Brachiosaurus az biztos, hogy elérte a 20-25-30 tonnát, és 12 méter magas volt. Atya Isten. Vetődik fel a kérdés, hogy a körülbelül 30 cm-es fejéhez, ami 12 méter magasan volt, hogy jutott el a vér? Hát egyébként igen. Nagy agy nem volt állítólag. Okosak nem voltak. Hát a testtömegéhez képest ezeknek nem. De mondjuk a raptoroknak, a velociraptornak, vagy akár a T-rexnek azért a testtömegéhez képest viszonylag nagy volt az agytérfogata. Ahol abba hagytuk, Jani kérdése volt ugye, hogy látjuk a filmben magát a klónozást. Ugye azt látjuk az első részben, 92-ben, amikor a félvilág ezt benyalta, hogy egy borostyán, ugye a beszorult szúnyogból kiszívják a dínó vért, és ez alapján klónozzák a dinoszauruszokat. Ugye ez az alapfeltevése a filmnek, és erre épül aztán, hogy kiszabadulnak ebből a rezervátumból a dinoszauruszok. Ez elvileg, ha nem is most, de mondjuk 50-100 év múlva ez lehetséges lenne, vagy ezek a DNS láncok, minták, ezek nem tudnak ennyi ideig épségben maradni? Gyakorlatilag szerintem nem lehetséges. Az a helyzet, hogy bár én nem vagyok biológus, genetikus, geológus vagyok, de az a kevés info, ami így eljutott hozzánk, meg ezekkel, amikor foglalkozunk, akkor mindig valahogy képbe kerülünk, az egyértelműen arra mutal, hogy ahhoz, hogy az örökítő anyag, tehát DNS megmaradjon, vagy egyáltalán bármi olyan szerves anyag megmaradjon, ahhoz nagyon speciális körülményekre van szükség. Tehát azért találnak mamut bébiket jégbe fagyva, mert a jég az gyakorlatilag a fagy, az konzerválja, tehát mondjuk a tartós mínusz 10-20 fok alatti hőmérséklet kiváló körülmény ahhoz, hogy mondjuk egy mamut bébi 40 ezer év után megmaradjon. Csak hogy a dinók idejében még nem volt jégkorszak. És emiatt a pólusok, amik ma eljegesedett állapotban vannak, ugye egyrészt ennek az alapoka az, hogy az Antarktisz ott van most, ahol van. De az Antarktisz jóval északabbra volt a dínók idejébe, ergo a hó, a sok nem tudott fölhalmozódni, és gyakorlatilag nem voltak eljegesedett pólusok, nem volt olyan bipoláris jégtakas, nem volt olyan hideg
mint manapság, és egyszerűen nem volt olyan környezet sehol, ahol mondjuk ilyen leletek, akár dínó tetemek meg tudtak volna maradni, akár 70 millió évig. Tehát vagy 50 év múlva nem fogunk egy dínó rezervátumba sétálgatni, és brachiosaurusokat és brontosaurusokat nézegetni. Hát ezt nem tudom így garantálni, vagy kijelenteni, mert vannak most már más egyéb módszerek, amik hát nem tudom mennyire humánus, vagy nem tudom, hogy is fogalmazom, milyen módszerek, de vannak most már olyan laborok, ahol a meglévő állatokból, például a madarakból, amelyek most már nagyon-nagyon biztosan tudjuk, hogy ezeknek a dinoszauruszoknak, méghozzá ragadozó dinoszauruszoknak a leszármazottai, egy bizonyoságuké, ezeknek a genetikai állományát megbolygatva vissza tudják fejteni, és vissza tudják alakítani azt az adott madarat. És és például a DNS láncát visszafejtik? Például hosszú csontos az farka igen. lesz a madárnak, vagy fogai lesznek a madárnak. Gólyából T-rexet. Amikor ember istent játszik, ez egy érdekes felvetés. Igen. Történet, ezt csinálják ma már. Tehát például Jack Horner nevű paleontológus, aki a Jurassic Parkban a Steven Spielbergnek a fő tanácsadója volt, és egy nagyon nagy tekintélyű paleontológus, és neki van egy laborja, ahol ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak. Nem a paleontológus a... rejtett, vagy éppen nem rejtett legnagyobb vágya szerintem, hogy valahogy ezeket idehozni a jelenet. Hogy létrehozza a rémgyöngyúkot. Igen, a rémgyöngyúk. Ha kell klónozni, ha kell megtalálni, ha kell újjáépíteni idézőjelesen, de valahogy láttatni a jelenben azt, ami eltűnt 70 millió éve. Nem? Hát kicsit mindenki eljátszik ezzel, hogy de jó lenne, ha még legalább három faj itt lenne közöttünk, és meg lehetne nézni. Hát akkor én munkanélkül lennék. Az biztos, igen, abban a pillanatban. De azért abban van egy pici ellentmondás, vagy nem kis ellentmondás, hogy nem, hogy szinte naponta halnak ki még létező fajok, vagy vannak olyan fajok, akik a közelmúltba haltak ki, vagy a viszonylag távoli múltban, mint a erszényes farkas, vagy a dodó, és akkor mi azon fáradozunk, vagy egyes tudósok azon fáradoznak, hogy több millió évvel ezelőtt kihalt. De mennyivel izgalmas, ne haragudj, de a dodó dögunalmas. Egy nagy kacsa, rohadt nagy hassa, vagy egy ilyen vérfarkas madár, hát inkább egy vérfarkas madarat klónozok, nem? Most egy dodó. Hát, érdekel téged a dodó. Kicsi volt, engem nem tudott repülni. És ahhoz képest egy rohadt nagy sárkánygyíkot tudnék klónozni, hát a jobban érdekelne. Ferit szerintem egy röpképtelen madár sokkal jobban érdekli kulináris szempontból. Azonnal át lehet vágni a torkát. Igen. De ez sok pénz kell azért. Igen. Van egy-két SMS, nagyon fontos kérdések jönnek hozzád, Attila. Szemezgetnék ebből csak így a beszélgetés végén néhányat. Azt kérdezi egy hallgatónk, hogy ha dinóból levest főzök, annak dinó íze lesz? Kérdezi valaki. A csontból. Nyilván, nagyon fontos kérdés. A vérfarkas legyőzni a T-rexet? Kérdés, hogy lehetséges-e a klónozás? Igen. Benneteket ki finanszíroz? Kérdezi valaki. Ez is egy érdekes dolog, hogy ezt saját pénzből, vagy ezek az expedíciók... Ezek már jött ilyen, hogy ezt és már ezt az adófizetők pénzéből kieségekkel költik meg. Nyilván nem ilyen hangítélő az SMS, csak ez egy érdekes dolog, hogy... Mi a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjában egy kutatócsoportban dolgozunk, most már 3,5 éve, és gyakorlatilag innen van a kutatási pénz, illetve az OTKA, az Országos Tudományos Kutatási Alap is finanszíroz minket 2002 óta, ami azt jelenti, hogy mondjuk az a nyári ásatás, ami minden évben van, 3 hét, ott a Bakony szívében, kb. 1 millió forintba kerül, ebbe tokkal, vonóval, kaja, eszközök, felszerelés, üzemanyag, minden benne van, ezt ezek a kutatási pénzek. És szoktatok ilyen image-felkezés készíteni, hogy hello, sziasztok, mi a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának a keretében ecsettel tisztítunk meg 3,5 hónap alatt 2,5 négyzetméter. De nem, itt a három hét az érdekes, hogy egy évvel összesen 3 hetet áshattok. Hát ez olyan, mintha mi egy évben 3 hetet rádiózhatnánk. Hát ez hányatott sors, nem? Hogy nem tudtok többet ásni. De tudnánk, ha lenne még több ember, és lenne még több pénz, még több pénz nyilván. De nem a pénz az elsődleges probléma, a jelen pillanatban. Ugyanis egyszerűen, tehát 21-nehány olyan embert, szakavatott embert, aki kijön oda, és tényleg a bánya peremén ott van 3 hétig, és ás, és tényleg ott nincs se település, se semmi, és sátrakban asszunk, és ezt a monoton életet bevállalja, és néha úgy ásul 12 órát, vagy 10 órát egy nap 35 fokba, hogy egy csontot nem találsz, még egy olyat sem, mint amit hoztam, pedig ez te kell mondjam, nem a leglátványosabb lelet. Tehát találhatsz akár koponyát is, bár az mondjuk szezononként kb. Egy van. De nem biztos, hogy te fogod megtenni. Szóval ez egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, lelombozó, hogyha egy hétig ást és még semmit nem találtál, vagy alig valamit. Hogy nagyon nehéz mondjuk egyáltalán 21-nehány embert 3 hétre összevadászni, akik ügyesek, lelkesek és vállalják. Most éppen mind dolgoztok, merre vagytok? Vagy most mi tart lázban, inkább így kérdezem. Hát az egyik fontos dolog, ami ugye évek óta kb. Így zajlik, hogy a nyári ásatások anyagát, azt a kb. 1000 leletet, amit idén nyáron találtunk, azok most a Magyar Természettudományi Múzeum, illetve az ELTE-nek a laborjaiban vannak, és ezek már a laboratóriumokban ezeket a leleteket tisztítjuk, preparáljuk, és így tovább. De most
Emellett keresünk olyan egyéb kőzetrétegeket máshol az országban, illetve nem csak az országban, amelyekben lehetnek még szintén dinoszaurusz, vagy akármilyen más ilyen őshüllő csontok. Ez azért fontos, mert ebből az időből azért nem csak Magyarországról, Európa vidékeiről nagyon-nagyon kevés jellelet van. Hát ez egy új kutatási dolog, de hát azért nem egyszerű ez, mert hát tényleg, tehát a bakonyi dinoleben volt annyi szerencse, hogy néhány évvel korábban ott, ahol megtaláltuk a csontokat, ott nem volt semmi. 18 méterrel följebb egy szép bükkerdő volt, és még hozzá se fértél volna a kőzetekhez. Tehát a bánya az nagyon sokat segített. De ahol mi most tudunk kutatni, mondjuk Ausztriában, vagy a Villányban, vagy a Bakony más területén, ott azok a kőzetek már évtizedek óta felszínen vannak, már megtalálták volna, ha ott egy ilyen fél méteres cupák kilóg a falból. Láttad az előzetesét a Jurassic Park 4-nek? Láttam. És mit mondasz? Hát, gagyi, ugye? A gyerekek simogatható dinók, tehát ez már tényleg a legnagyobb butaság. De komolyan mondom, szomorú, nem? Hogy mint paleontológus, nem egy ilyet megnéz, várja a nagy csodát, és aztán nyilván csalódik el. Egyértelműen azt mutatja, hogy akik egy ilyet csinálnának, ugye ez sok pénz kell, az azért csinál, hogy még több pénzt keressen. Én már nem tudom, melyik részben hangzott el az a dolog, hogy azt hiszem az ügyvéd mondta, akit a T-rex a klotyóról lekapott, azt hiszem a második rész vagy az első részben volt. Az az első rész, amikor a Jeff Goldblum lekapja. Igen, hogy ez gyakorlatilag egyszer az életben mindenki látni akarja, és bármennyit elkérhetsz érte. Tehát az, hogy lásson valaki egy T-rexet, nincs az az ember, aki ezt biztos a tibeti serpák nem akarják látni, de a legtöbb gyerek látni akarja. És ez is biznisz. Igen. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. A csontot vedd ki Feri zsebéből, mert elrakta. Nagyon jó volt, érdekes dolgokról beszélgettünk. Attilának köszönjük szépen, hogy itt volt, mi pedig már is játszunk, méghozzá, ha minden igaz, akkor hármas ugrást játszunk. Hol van? Hát, itt valahol. Van valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Krista. Igen. Krista, merre vagy? Lőrincen. Hallottad a beszélgetést Attilával? Igen, hallottam. Érdekes dolgokat mondott nagyon. Igen, és melyik előzetes láttad különben a Jurassic Parkból? Én most az újnak a trailerét láttam, a négyesnek. Mert kettő van különben fönn. És az egyik hamisítvány, vagy? Nem tudom. Valahol gyerekek simogatnak ilyen kicsi dínókat, és ott mondtam, hogy Jézusom. Igen, a régi szereplőkkel van még egy. Aha, azt uh-huh. Nem láttam. Így van. Te mi lőrinciek, örüljünk annak, hogyha minél előbb befejezik a béketeret, nem? Igen. Legyen már kész ez a díszburkolat, jó napot kívánok, aztán jöttek a dinók. Na. Te is lőrinci vagy tényleg? Lőrincen dolgozom, igen, ezt mondtad. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem a kérdéseket, Bali, köszönöm a kérdést egyébként, én azt mondom neked, hogy könnyűek. A harmadik kérdés az talán egy kicsit nehezebb történelem, de én azt gondolom, hogy egy félig meddig lőrinci ezzel is meg fog birkózni. Majd menjünk akkor. Így szól az első kérdés nyakba akasztóért. Melyik sportágban kell egy jégpályán kijelölt mezőbe csúsztatni egy követ? A curling? Ez az, igen! Mehetünk tovább? Igen. Na figyelj, Krista, így szól a második kérdés. Klassz FM-es Morning Show sapkáért, sálért gyönyörűek. Melyik hivatás képviselőinek a védőszentje Szent Flórián? A tűzoltó. Ezt is tudta! Kicsit túl pörgi a reggelt a Jani, de jó. Betett neki a második kávé. Megálljunk, viszed a fixet, vagy megpróbálod a harmadikat? Nem könnyű a harmadik kérdés, csak mondom. Megpróbáljuk. Aha, fajsúlyos, kemény kérdés lesz. Így szól a harmadik kérdés karácsonyfa díszért, ez is Klassz FM-es, nagyon helyes, nagyon szép. Melyik században élt Toldi Miklós? Ez gyilkos. A tizen... Addig jó vagy. Most fogsz elkavarodni. Én mondtam, hogy állj meg. Nem is mondtad. De. Tényleg? Igen. Eddig négy. Jó. Hey! Jézus várja! Gyakirányő! Te szép volt! Nagyon Krista, jó vagy. Krista, kisutta ezt meg neked. Csak szólok, hogy három szőkenő találta ki. Igen? Azt a mindenit. Ez egy nagyon szép megfejtés. Nem volt egy igazán könnyű kérdés. Szőkék és vágják a történelmet is. Nem kell több. Hárman is vannak. Én szerintem dolgozom. Ott gratulálunk nektek, küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon ügyesek vagytok, tényleg. Ez egy szép megfejtés volt, nem volt könnyű. Köszönjük szépen. Köszi nektek, sziasztok. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. Ez igen. Menő igen. Volt. Nagyon. Hát egyébként tényleg. 9 óra múlt 2 perccel Ákos hírei után már is jövünk vissza. 9 óra múlt 15 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk és folytatjuk a műsort. Helyes volt ez a srác, nem? Szeretem az ilyen kicsit portrébb jellegű beszélgetéseket, mert mindenki azt gondolja, hogy szótlanok keveset beszélnek, elvontak és romok között ásatások közepette botorkálnak a 40 fokban. És aztán jön egy helyes fiatal srác, egy paleontológus, és annyi érdekes dolgot mond, amit sose tudna az ember erről a hivatásról, szakmáról, foglalkozásról, nem? És érthetően. És érthetően, jól, flottul, folyékonyan, igen, azt gondolnád, hogy elvont 60-as csávók rohangálnak egy érckalapáccsal a kezükben, és teljesen más világban közlekednek. És közben fiatal utazik, és dinókat kutat. Nagyon helyes volt. Na, majd nézzük meg, hogy mi lesz belőle a 60 éves korára. Az is igaz, de szeretem az ilyen típusú beszélgetéseket. Hát, mint kiderült, mint mindig az ilyen beszélgetésekben, hogy a filmeknek általában minimális a valóság alapja. Tulajdonképpen 5%, nem? A klónozzunk dinót, persze, és utána csináljunk nekik egy ilyen kis rezervátumot, ahol érdekelhetnek. De nagyon izgalmas dolgokat mondott, még itt kifelé menet mondott egy nagyon érdekes dolog, picit bizal a sztori, hogy amikor az első mamut bébit megtalálták, akkor a munkások ettek a húsából, és adtak a kutyáiknak is belőle. Ez már jó régen történt, de akkor gyakorlatilag találtak egy jégbe fagyott állati tetemet, aminek jó konzerválódott a húsa, húst találtak, a kutyák éhesek voltak, ők is famosak voltak, úgyhogy ettek belőle. És megették a kis mamutot. A fél leletet. Egyébként gyerekek, lenne egy ilyen park valahol a világban, azért... Csak elmenné, mi? Csak elmenne az ember, ha megteheti, hát, nem? Hát, aztán, hogy figyelj, szerezne rá, jegyet. Van 3 tiranoszauruszunk, 2 brachiosaurusunk, van 3 velociraptor, mit tudom én, meg 2 brontosaurus, és van egy brachiosaurus, hát azért... Bakony drágó. Csak megnéznéd, nem? Hát fantasztikus lehet. Kiskunfél egyháza, saurus. Igen. Miért simán lehet, hogy még addig lesz egy csomó? Hát, ha ilyen jól haladunk, igen. Na nézzük a közlekedési híreket. A 4-es főútvonal 100-as kilométerénél Szolnok felé több kilométer hosszan állunk. Nem tudjátok, hogy mi a helyzet? Ezt Feka Laci kérdezi tőlünk. Tudjuk, hogy mi a helyzet, mert elküldte nekünk Let's Go is. A 4-es elkerülőn baleset van, és emiatt óriási a dugó. Sok türelmet mindenkinek. Ennyit tudunk egyelőre, hogy a baleset pontosan hol van, és ahhoz képest hol vannak a mi hallgatóink, azt már nem, a 4-es elkerülőn. Uh-huh. Tehát ha túl vagytok a baleseten, akkor már tudtok majd haladni. Azt nem látom SMS-ben, hogy teljes pályazár van-e, vagy útzár, és amiatt álltok, vagy egyszerűen csak dugó van. Minden esetre a Tisza hídnál 3-as karambol szerintem ez az lehet, és torlódás mindkét irányban, úgyhogy ezért álltok, de kitartás. Aztán nyúlom, már nem esik az eső, húrá teca, és Vác, dr. Csányi László utca trafiznak, ezt a kamionos küldte nekünk. Pénteken 9:55-kor csörög a telefonom, felveszem, beleordítok, morning show, sikongatok, mint kiderül, csak a főnök csekkolta, hogy tényleg beteg vagyok-e. Már nincs munkám, éljen a karácsony. Ezt a hét lúzere küldte nekünk, köszönjük szépen. Bali egy áruházban, egy internetes áruházban megtalálta a Homeland legújabb 10. része. Felirat valószínűleg holnap érkezik. Igen. Jó volt ez a pokolgépszám. Beraktunk pokolgépet is? Igen? Csak már észre se veszed, látod a jó zenék között, már észre se veszed a gyöngyszemeket. Igen, gyerekek, olyan szörnyű filmet láttam hétvégén, hogy ne nézzétek meg, nem mintha te járnál moziba, te sem vagy egy nagy filmet. Most mindig csak... elmondod a filmeknek a sztoriát, úgyhogy teljesen értelmetlen megnézni. Már láttam 30-at. Összívesen spoilerezek. Ne, egy Nicole Kidman film, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne rá beülni, vagy tetszett a könyv, és azt hiszi, hogy ebből egy jó könyvalaptáció készül, szörnyű, gyerekek. Tehát annyira közhelyes, gicses és rossz. Arról szól, hogy egy nő minden nap ugyanarra a napra ébred. De ezt már láttuk férfiban. Igen? Nem? Az a mormotás sztori. De nem úgy hülye, nem úgy minden nap ugyanarra a napra, nem úgy, hanem hogy elvileg azon a film, hogy balesetet szenvedett, és minden nap az agya újra olyan indítja. Töröl minden. Ezt is láttuk. Töröl ilyen minden. Film is 600 volt. Ilyen volt egyébként. Én mindig elmondom, hogy rossz, hogy miért nem mondom azt, hogy menjetek el, nézzétek meg, tök jó film. Most elmondhatok, hogy rohadjál és meg. És hét múlva rohadjál meg, megnéztük. Én mindig ilyen szépen betesztelek tektek egy csomó mindent, és aztán ti tudjátok is. Annyit mondok, kösz. Hát, hogy hálásak lennétek, hogy ezeket már nem kell megnézni. Aha. Jó, magyar film kellene ezek helyett. Hát neked biztos. Hát neked valami például, érted, valami jó Móra adaptáció például pont a művésznővel, a Kincskereső kis Kidman.
A főszerepben Nicole Kidman. Kincskereső kis Kidman. Jézus, atya úristen. Van most jó magyar film. Hát nem mondta, hogy nincs jó magyar film. Most erről a Swingről egészen jókat olvasok egyébként. A Kulka játszik benne. Még néhányan játszanak benne, a Kulka maradt. Csak bemutatóban láttam, nem láttam a filmet, azért beszélek róla ennyire hülyén, de egészen jó kritikát kapott. Magyar film, hát újra van magyar film. Most már azért egy-két éve készülnek jó magyar filmek, úgyhogy menjetek. Aha. Tudjuk, Pál Newman-nel a Pál utcai fiúk. van egy drága Elza című magyar film, ez egy második világháború sztori. Egyébként a Répli Zsuzsi játsza benne az egyik főszerepet, de érdemes megnézni ezért is. De hogy egyébként egy magyar háborús film, aminek a látványvilágát, ami azért szerintem nem kis dolog manapság, a látványvilágát minden egyes kritika kiemeli. Hogy egy az egybe valósághű, hogy mai, hogy 2014-es, hogy nem költöttek rá nyilvánvalóan milliókat, aha, de mégis működik, hogy a ruházat, a fegyverzet, az effektek, minden valósághű. Drága ez a címe. Aha. Nagyon kíváncsi vagyok rá. És a Ripley, Zsuzsit, ezt a Ripley-nek írjuk? Igen, Sigourney Weaver játszik. Na jó, gyerekek, ezt ne folytassuk. Történt egy érdekes dolog hétvégén, vagy nem, a jó szó nem az érdekes, nem is tudom miért használtam. Budán tűzharc volt, olvastátok? Igen. Hát ennek nagyon szomorú apropója van, hiszen fél Amerika forrong, ugye, hogy fehér rendőrök lőnek le egyébként úgy fekete fiatalkorúakat, hogy vagy nem bizonyítható, hogy nézett ki a fegyvere, vagy nem is nyúlt a fegyveréért, és ez most már nem is annyira Amerika igazából, mert hogy életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba azt az embert, akiről kiderült egyébként, hogy ő egy vadász, és ugye a történet annyi, hogy rendőrök kaptak egy bejelentést, hogy egy ittas férfi fegyverrel mozog a hidegkúti otthon, vagy legalábbis fegyverrel hagyta el a hidegkúti otthonát. És rálőtt a rendőrökre, gyerekek, mire ott mindenki a buszon, meg buszmegálló, minden hasra vágta magát mindenki, ugye, mert hogy konkrét lövöldözés történt, és kiderült, hogy ő egy vadász volt, és a lánya hívta a rendőrséget, amikor a férfi fegyverrel elment otthonról. Azért ez egy olyan megdöbbentő történet önmagában. És érdekelne minket az, hogyha valaki tud nyilatkozni a rendőrségtől, már hosszú ideje mi is próbáljuk őket elérni, csak nehéz, de hát ha van valaki az ORFK-tól, BRFK-tól, hogy milyenkor az eljárás, mikor lőhetnek a rendőrök, mennyire hasonlít ez mondjuk az amerikai rendőrök kiképzéséhez, hogyha fegyverért nyúl, vagy fegyver van nála, vagy tisztán látszik, vagy veszélyben sodorhatja a többi állampolgárt. Mert itt ugye fegyver volt nála, és lőttek is a rendőrök, viszont csak megsebesítették, és most kórházban van, aha, egyébként életveszélyes sérülésekkel. De többször figyelmeztették. Igen. Buszállt a megállóban, a buszon mindenki hasra vetette magát. Hát képzeld el, azért ott vagy a buszon, és a megdöbbentő az, hogy ott lehetsz most már ugye Magyarországon is. Oké, hogy egy vadászember, nem egy bankrablás, meg nem fegyveres rablás, bár régen volt, hogy pénzszállítókat támadtak meg, pont itt a Szerémi úton, vagy nem tudom hol is, konkrét olyan volt, mint a Szemtől Szembe című film, hogy lövöldözés volt. De mégis, hogy ez megtörténik. Mit csináljon ilyenkor egy ember, mit csináljon az utas, mi a feladata a rendőrnek? Nagyon sok érdekes kérdés van. És azt tudjuk, hogy a vadász emberünkkel mi történt? Tehát, hogy miért kezdett el lövöldözni? De azt szerintem nem kihallgatni, nyilván nem még tudták. Nem tehát aha, a lányát biztos, hogy kihallgatják, ő el tudja mondani, hogy zaklatott idegállapotban indult el, veszekedés, családi dráma. Nem tudom, de nagyon érdekelne engem személy szerint az, hogy mit mondanak ilyenkor, vagy hogy képzik ki az odaérkező járőröket. Mikor lőhetnek? Lőhetnek-e úgy, hogy közben tudják, hogy mögötte áll valaki, aki veszélybe lehet? Mikor lőhetnek? Kell-e felhatalmazást kérniük arra, hogy lőjenek, vagy egyértelműen fegyver van nála, akkor mondjuk lőhetnek-e? Olyan sok kérdés. Igen, mert azt tudjuk, hogy ugye az Egyesült Államok nagyon szigorú a szabályozás ebből a szempontból is, hogy ott például már egy igazoltatásnál is mondjuk az autókhoz oda lép a rendőr, akkor rögtön megkérő, hogy uram, legyen szíves, tegye a kezét a kormányra. Az nem vicces, Amerikában engem igazoltattak, az nem igen, szórakoztató ott dolog. Ott nem viccelődnek ezzel a dologgal, valószínűleg, ha ott már előkerül egy fegyver, ott le is lövik az illetőt. Tehát ott nincsen ez a fajta idézőjeles, mondom idézőjeles, tehát ebben ne kapaszkodjon bele senki, körülményesség, aha, mint ami mondjuk nálunk van. Ez a többszörű figyelmeztetés, stb. Hát figyelj, hogyha van egy ember egy vadászpuskával a nyílt utcán, akkor szerintem, mondom én ezt egy egyszerű józan paraszti észre, hogy akkor szerintem jogos, ha lősz, nem? Uh-huh.
Tehát lövöldözik egy ember a nyílt utcán puskával, nem? A rendőrök felé lőtt, igen. Tehát azt nem ad, ne, én adom, hogy vissza. Ez már a fegyvernek látszó tárgy kategória, tehát nem, mert lehet. Mert lőtt. Várjál, tehát hogy na, ebben az esetben igen, de te azt mondod, hogy mondjuk az utcára a kimegy egy ember, és van nála egy puska, nem, vagy egy puska, amit annak vélsz. Ja, igen. Hát ha lősz, akkor azért akkor az már persze, akkor már persze, de mi ha van akkor, nála, hogyha csak egy fegyver, vagy olyan jellegű tárgy van nálad, ugye rengeteg itt van, airsoft fegyvereket is lehet kapni, amik ugye nem veszélyesek az emberi életre, vagy na, mit az. Tudom én, vagy hát Amerikában vagy most ilyen miatt van, ugye a lázongás, hogy ugye ott is a fiú elvileg, most akit szegényt először ugye lelőtték kérdés, hogy én sajnálom, mert azért az amerikai rendőröket sokszor megvádolják azzal, hogy bizony fehér emberek lőnek le fekete fiúkat, és azért ebben van némi rasszizmus is, de ott például ugye egy narancssárga csíknak kell lenni a fegyveren, kötelezőszerűen, ha ugye nem igazi a fegyver. Na most ezen nem volt rajta, de közben kiderült, hogy a fiúnak nem igazi fegyvere volt, mégis lelőtték. Az anyát láttam nyilatkozni, hát nyilván szörnyű tragédia. De hogy igen, például a magyar rendőr mikor lőhet? Tehát én mondjuk megőrülök. Kimegyek az utcára. Rám hívják a rendőröket, és én benyúlok a zsebembe. Mert én nem vagyok beszámítható állapotban, és szeretném magam igazolni, és oda nyúlok. Akkor a magyar rendőrnek meg kell várni, míg eldönti ő fejben, hogy ez egy fegyvernek látszó tárgy, vagy szabad szemmel megvárhatja, vagy ha én veszélyeztetem, de közben én egy gyanútlan elmebeteg vagyok, aki egyébként mesztelenül üldögél valahol, vagy egy zakóban, és benyúl a belső zsebébe, és előveszi az igazolványt, engem akkor elvileg lelőhetnek? Jó kérdés. Ugye? Hogy ezek nagyon érdekes kérdések, nagyon fontos kérdések. Nyilván az ember azt kívánja, hogy soha ne legyen ilyen szituációban. Hát ha volt egy szemtanunk, aki ott volt, próbáljuk meg valakit találni, aki a buszon, a busz megállóban volt, írjon nekünk egy SMS-t, azonnal visszahívjuk. Jó, ott volt a környéken, az utcán, látta az esetet, hogy történt. Most minket leginkább ugyanakkor mégis a rendőrség oldala érdekelne. Hogy te mondjuk holnap megőrülsz. Az előbb kiszaladt... te akartad. Ne? Vagy én, tényleg. Na. És kiszaladt az utcára. Mikor döntheti-e a rendőr, hogy lő? Eldöntheti-e? Vagy nekik utasítva van, hogy igen, ha te veszélyeztetve érzed magad, vagy bármelyik gyanútlan állampolgár, te lelőheted, holott én mondjuk a személyimért nyúlok. Ugyanúgy nyúlhatok a fegyveremért is, én nem mentesíteni, vagy védeni akarom őket, dehogy is. Csak érdekel, hogy ez hogy zajlik. Hát biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink között van nyugdíjas, vagy már leszerelt rendőr, aki tud erről beszélni már, ha esetleg a más nem kap ehhez a főnökétől hozzájárulást. Tényleg érdekes lenne. Az is érdekes, egyébként érdekes kérdés, hogy például a vadászoknak mennyi időnként kell mondjuk olyan vizsgálatra menni, ha kell vizsgálatra menniük, ilyen jellegűre, ami a pszichológiai alkalmasságukat. Igen. Én most együtt értek a rendőrökkel, abszolút. Megvan a szituáció, persze. Hogy állsz, járőrözöl az utcán, és jön az őrült, akit most Bali megszemélyesített, de lehet ez bárki. Tehát most nem a vadászemberről beszélünk, nem. Az ő indítékait nem tudjuk, van, hanem van. Jövök mondjuk én megborodul. Igen. Össze, tehát megvan a szituáció, hogy fenyegetőzik, benyúl az akúja zsebébe, Mr. Bean már majdnem előveszi a kezét, ott nincs időd arra, hogy te a felettesedet fölhívt. Nem is erre hogy gondolok, nem, de én nem erre gondoltam. Érted? Nyilván, de hülye, aki erre gondol. Neked persze. Kell döntened. Nyilván, ez nem életszerű. Várjátok, jó a Pistát. Ezredes úr. Én úgy értem, hogy mi a policy, tehát mit mondanak nekik, miről szól a kiképzés, hogy engedik ki őket az utcára, egyáltalán kiképzik őket erre a helyzetre, biztos. Hogy figyelj, várd meg, amíg előhúzza. Ha fegyvernek látszik, lőhet a rendőr. Ha nem látod, hogy mi van a kezében, te nem lőhetsz. Itt ugye a vadász lőtt. Teljesen egyértelmű, szerintem totálisan igazuk van. Busz megálló, busz, emberek, itt lőni kell, főleg ha rád lőnek. Tehát nyilván viszonozhatod a tüzet. Ebben az esetben ez nem kérdés. Úgy általában, mondjuk ha összehasonlítjuk az amerikai rendőrök lehetőségeivel, jogaival, mi a különbség, van-e egyezés, szigorúbbak itt a lőfegyverre való szabályok, vagy enyhébbek, vagy egyszerűen tényleg lőniük kell. És mi a tanácsos, hogy mit cselekedjen ilyenkor a vétlen arra járó? A fekvés. A legjobbat, szerintem a legjobb, amit tehetsz. Igen, amit például én lehet, hogy hülye felvetés, de hogy... De az elfutás nem? Nem. Nem, ugyanis azzal magadra vonzod. Ez ugyanúgy, mint a vadállatoknál. Tehát ha látod a futó nyulat, akkor automatikusan megindul. Szerintem látod a futó embert, akkor automatikusan nehogy már elmegy. A rendőr ilyenkor milyen lövést adhat le? Tényleg, ha hal minket valaki, próbáltunk az ORFK-tól nyilatkozót szerezni, nem könnyű őket elérni. Lati, írd meg a nevét, hogy kit keresünk. Kézre, hát, ha szólnak neki, lábra, hogy keressük, jó? Testre, igen. Hova? Tehát mit, hova lő? Egyből mellbe lövi, és neki hatástalanítani kell, vagy a rendőrt úgy képzik ki, hogy azt mondják, hogy figyelj, lőd lábon, lőd kezen, próbáld meg hatástalanítani, de lehetőleg ne öld meg. Igen. Mert ha mondjuk tételezzük föl, ez a vadász ember mondjuk ivott,
egy pillanatnyi elmezavar. Ő elvitte a puskáját. Egyébként büntetlen előéletű, és én nem védem. Megérdemli-e, hogy azonnal lelőjék, vagy a rendőr az utasításban kapja, vagy kiképzés, hogy először mondjuk a lábára. Mert azt a két szegény amerikai fiút azonnal lelőtték. Esélyük nem volt, ráadásul hármat, négyet. Hány golyót lőhet? Egyet, és utána többet, vagy beleereszthet egy tárat, ugyanakkor, ha valaki lő rájuk, eldöntheti, hogy mit csinál? Jó, ha lábra lő, mert hogyha adott esetben laikusként mondom ezt, hogyha mondjuk a lábát találja el, és az illető elesik, de a kezei még ugye sértetlenek, azzal lő, tehát hogy azt használja a lövés, ez nem pedig a lábát. Akkor lőjön a kezére? Hogy zajlik? Igen. Tehát azért... Mert ha a testére lő, akkor nyilván abból lehet egy szív, lehet egy gyomor, lehet egy olyan lövés, ami ott helyben meg is öli az illetőt. Igen, és azért érdekes a dolog, mert naponta rabolnak most már kisajnos benzinkutakat, naponta hallott, hogy gásprével mennek be és rabolnak ki dohányboltokat, trafikokat, tehát egy hétköznapi ember is pillanatokon belül csöppelhet egy ilyen szituációba. Egyrészt válhatsz áldozattá, kettő, ott lehetsz egy ilyen lövöldözésnél, három, nem tudod, hogy valójában mit kell csinálnod, nyilván lefeküdni a földre. Tehát, hogy nagyon sok kérdés, hogy hogy zajlik nagyon, ez? És nem? Még van egy nagyon fontos dolog szerintem, amiről nagyon keveset beszélünk, az, hogy a rendőr számára is ugyanúgy stressz helyzet ez. Biztos. Mint bármilyen részlet számára. Biztos vagyok benne. Ezt hát, nem, ezt mondom, hogy ez egy hatalmas stressz helyzet a rendőrnek is. Hogy kezeli ő ezt a szituációt, ha korábban még nem volt benne? A gyakorlat az nem egy éles helyzet. Hát ott nem nagyon tudsz mit csinálni, tehát kiképzik őket, és aztán kiengedik őket az utcára. Tehát erre nem tudsz, szerintem amíg ezen át nem esel, addig egyik rendőr se tudja ezt igazán kezelni, sőt, ha átesel, lehet, hogy olyan traumát okoz, hogy utána se nagyon, erre nincs kiképzés. Mi van akkor, hogyha az a célzott lövés, amit mondjuk a lábára adtál le, de a helyzet olyan volt, hogy hát ez már, és ez mondjuk már a fejét találja el. Jó, hát ez már igen, eseti feltételezés, az is megtörtént, persze. Csak irányítottan neked először, hova kell lőnöd. Igen. Engem mellbelőnek azonnal, ha én kirabolok egy trafikot, és a zsebemben nyúlom. Mondjuk egy tanárember, és véletlenül sem mentesítem hát őket. Melbe, engem örülnek, ha eltalálnak. Igen. Pillanatnyi felindulásból azt mondja, hogy úristen, nem tudok enni adni a gyerekeimnek, most jött egy alkalom, paf, ott ő tolvajjá válik. És utána kirohan az utcára, vége van, ha mondjuk találkozik egy rendőrrel, aki tüzet nyit? Vagy van esélye mondjuk túlélni? Holott nem mondom azt, hogy a rabló nem bűnös, és nem mondom, hogy ha visszalő, vagy lő, vagy tüzet nyit, akkor ezt a dolgot nem érdemelném meg. Mi az ORFK-nál egyébként a Kovács Viktória rendőr alezredest keressük, állítólag ő szokott nyilatkozni, nagyon kedves, szimpatikus hölgyről van szó, csak nem értük el, ki van kapcsolva, hétfő a kicsöngött. Hétfő reggel gyerekek, értekezlet, ott is heti meló leosztáson. Igen, ha eligazítás. Tényleg, hát eligazítás, nem. Na jó, de ezért mondtam azt, hogy biztos van már leszerelt a rendőr a hallgatóink között, aki erről tud beszélni, vagy titoktartási szerződés van az elkövetkezendő 5-10 évre, vagy mi? Csak van, aki... Igen. Van egy leszerelt rendőr hallgatónk, Lajos. Halló, jó reggelt, Lajos, ciao. Lajos, halló. Hello, sziasztok! Hello! Te 18 évig voltál a testületnél? Így van. Tök na, jó. Hát nem teljesen hivatalos forrás, de tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy az összes kérdésünkre tudsz válaszolni. Hallottad ezt a kis, hát idézőjelesen filozofálgatás, laikus kérdések igen. Nyilván, mégis azonban igen, szerintem érdekes, hogy mi történik ilyenkor, vagy mikor lőhet a rendőr, kezdjük az elején? Fegyvernek látszó tárgy az nyilván egyértelmű, nem? Hogy akkor lőhettek. Látszó tárgy igazából nem egyértelmű, hogyha belegondoltok, mert mondjuk egy olyan szituációban, ahol valakinél mondjuk meglátsz egy fegyvernek látszó tárgyat, de abban az egy-két másodpercben hirtelen nem fogod tudni eldönteni azt, hogy az igazi, vagy mondjuk egy gázfegyver, mert ugye Magyarországon például nem jelölik ezeket az airsoft fegyvereket se külön, és teljesen ugyanúgy néznek ki, ugyanolyan a súlyuk, mert ugye az újakat már kisúlyozzák. Én nem igazán tudod egy-két másodperc alatt eldönteni, hogy az igazi-e, vagy sem. De ilyenkor mi a miről szól a kiképzésetek? Tehát ilyenkor, ha ő nem nyit tüzet, de nyúl a zsebébe, ahogy történt most ugye az amerikai eseteknél is, hogy van, ahol látszott a fegyver, de nem volt rajta narancssárga, valahol csak a zsebébe nyúlt szegény, és úgy lőtték le, hogy ilyenkor elvileg fel vagytok hatalmazva, hogy lőhettek? Hát igazából a saját életetes épségére, vagy mások életetes épségének megóvása érdekében, igen, ez benne van a rendőrségi törvényben, a rendőrségi fegyverhasználatnak. Amikor én még dolgoztam, akkor 11 pontja volt, szóval ezt megtaláljátok amúgy az interneten, akár a magyarország.hu-n is, hogyha megkeresitek. Te
tehát ez fönt van. Hogy hova lősz? Az ilyenkor arról szól a kiképzés, hogy lehetőleg próbáld meg nem megölni, vagy az a lényeg, hogy hatástalanítsd, mindegy, hogy milyen úton, módon? Mindenképpen erről szól a rendőröknek a kiképzése, ha bár ezt igazából nem nagyon nevezném kiképzésnek, ami most a magyar rendőrségnél folyik, de inkább azért nem menjünk bele. De igen, szóval mindig az, hogy végtagra célozzál. Próbáld meg megállítani, és nem megölni. Aha. Mondjuk az fura, mert a fegyvere hadonászik, akkor igenis lőjék le. Tehát ha valaki veszélyezteti mások életét, és ott egy busz megállóba buszon ül lövöldözni kell, azt az ember nem sajnálja. Ha beszámítható, ha nem beszámítható, hártatlan civilek meghalhatnak, akkor nem, akkor igazából nem sajnálja az ember, hogy miért a kezére. Csak nyilván nem mindig ez a dolog így történik. Tehát a cél a hatástalanítás. Így van, mindenképpen a hatástalanítás. Aha. Nyilván erre benneteket kiképeznek, nem? Hát igen. Ez a kiképzés sajnálatos módon, ezt most az iskolákat már nem tudom, mert ugye én azért régen végeztem az iskolába, hogy most hogy működik, de a régi időszakban, amikor mi már ugye úgymondva ki voltunk képezve, az a évi egy darab lövészet, amit végrehajtottunk, az igazából, megmondom őszintén, hogy nem nagyon növeli azt a tudást a rendőrökbe, ami ilyenkor szükség lenne. Hát nyilván lehet, hogy azóta már azért változtak a kiképzési módszerek, vagy modernebbek lettek. Nektek a levegőbe kell lőni kötelezőszerűen, vagy akkor, amikor te még dolgoztál és nem szereltél le? Tehát nincs ilyen, hogy a levegőbe leadott lövés után lőhetsz rá? Nem, nincs. Van egy olyan mondás, hogy ha a késtedelem veszélye jár, akkor ugye elhagyható a figyelmeztető lövés. Ez a késtedelem veszélye jár, hogyha közben mondjuk már valaki ráemelt a fegyverét, és hiába lőzte a levegőbe, hogyha le fogja lőni. Hát itt kérlek szépen, én most előbb bányáztam ezt a bizonyos RTV-t, a jogszabályt, és abban az van, hogy neked mielőtt lősz, érthetően határozottan a törvény nevében fegyvert használok szavakat kell mondani. Tehát csak azután lőhetsz, abban igazad van, ez ma is él, hogy a lövést lehetőleg végtagra kell irányítani. Egy dolgot nem találtam meg, mert ez elég hosszú dolog, erre most nem volt még időm, hogy mi van, ha rád lőnek, tehát hogy a fegyveres, mert azt írja, hogyha tárgyal támadnak, vagy állattal, akkor a tárgyat ki kell lőni a kezéből, meg az állatra. Életszerű. Igen. De azt még nem találtam meg, hogy mi van, hogyha rád is lőnek. Ha rám lőnek, akkor természetesen visszalőhetsz. Aha, tehát visszaosztatod. Ilyenkor az jó megoldás. Egyébként ugye a civilek lefekszenek? Tehát amit olvastunk ennél az esetnél, hogy valaki elkezd lövöldözni az utcán. Amihez hozzá kell szoknunk gondolatban, de az ember mégse akarja ezt megszokni, és talán soha nem is fogja elfogadni. Hogy én, mint civil, ott vagyok egy lövöldözésnél, mondjuk a Dohány utcába kirabolnak trafikot, vagy a Podmanicki utca, és hallom, hogy lövöldöznek. Ott van velem a gyerek, ott van velem az anyám. A legjobb, ha az ember leveti magát a földre, és ott marad? Hát ha be tud húzódni inkább valahova, valami üzletbe, vagy bármilyen kapuajba, inkább az a célszerűbb. Hogyha nem tudsz behúzódni, akkor igen jó, hogyha lefekszel a földre, ugye, mert a lőirányba nem fogsz belekerülni még véletlenül se. De az elfutás az nem jó, hogy így nyílt területen elkezdesz futni. Hát az a baj, hogy mondjuk egy bankrablásnál, hogyha te elkezdesz futni, nem tudhatja az a rendőr, akit oda kiküldenek, hogy te nem vagy például a bankrabló. Tényleg, a lehető rendőrségben. Hát, hogy jogos felvetés. Neked volt ilyen eseted, vagy te kerültél tűzharcba, vagy neked volt olyan, hogy kellett használni a fegyveredet? A fegyveremet nem kellett használni. Egy eset volt olyan, amikor majdnem, ez egy 8. kerületi úriember, az is egy vadász volt, mint most ebben az esetben, elkezdett kilövöldözni az erkéről. És ugye utólag kiderült, hogy igazából vadászpuskával lövöldözött ki, akkor miért... És galambászott? Vagy mit mondott később? Hát nem, igazából meg volt zavarodva az ember, de akkor onnantól kezdve, hogy ahogy mi kiértünk elsőnek a helyszínre, jelentettünk, és ugye nem is engedtek már be minket, hogy bevenjünk az ajtó, hanem akkor még a TESZ, vagy RTS, vagy mi volt még akkor, most ami TEC jött ki, jó másfél óra múlva. Hát igen, csak vannak olyan szituációk, amikor nincsen arra idő, hogy kijöjjenek a specialisták. Hát most például ugye ez az eset, hát itt se volt idő, hogy leszereljék, vagy beszéljenek vele, vagy megpróbáljuk jobb belátásra bírni. Visszagondolva, egyébként szerencsésnek mondod magad, hogy nem volt olyan helyzet, amikor használhattad, vagy egy leszerelt rendőr azért most kicsit talán magának is nehezen bevallva, de sajnálja, hogy nem volt egy olyan helyzet, amire kiképezték, amiért talán rendőr lett, vagy amit elképzelt egyszer magának, hogy mi történne, ha egy ilyen helyzetbe kerülne? Én azt mondom, hogy én örülök inkább neki, hogy nem volt ilyen szituáció. Hogy valakinek mondjuk ki kellett volna oltanom az életét, vagy fegyverrel meg kellett volna sebesítenem. Igen, érdekes. Nehéz földolgozni, akkor is a rendőrként csinálod, igen. Igen. Nagyon kevés az a rendőr szerintem, aki erre vágyik, úgymond, hogy valaki lelőjön. Most mit csinálsz egyébként, miután leszereltél, hogy mivel foglalkozol? Most éppen kamionozol. Kamionozol, jobb megélhetés? Igen. Azért szereltél le, vagy azért választottad ezt?
Nem. Hát ennek volt egy sora, de ez igazából most ez hosszú lenne. Aha, jó, nem csak kérdezem, hogy valami oka volt, hogy kamionozni kezdted, de akkor ez egy hosszú történet, jó? Van, igen. Lajos, köszi, hogy elmondtad, ezek fontos dolgok igazából, itt az ember laikusként egy csomó mindent megkérdez így fejben magától, jó, hogy valaki nekünk ezeket elmondta. Köszi, hogy becsörögtél, ciao. Hello, Lajos, köszönjük szépen. Hát, igen, érdekes. Na, feküdni, az a biztos, hogy kapuaj. Tehát ez a fontos szerintem, mert ugye remélhetőleg mi nem állunk majd egyik oldalon sem, tehát, hogy nem leszel te bűnelkövető egy műpisztollyal, reméljük. Úgyhogy, hogyha ilyenbe keveredsz, akkor hasra. Igen. Jó, holnap után, ha valaki tud, az ORFK-tól azért megszólaltathatnánk, hogy egyáltalán a magyar rendőrök ennyire-mennyire felkészültek, hány óra kiképzés áll a hátuk mögött, és mire számít, ha valaki 26 évesen kínál az utcán egy fegyverrel a kezébe, egyáltalán lelkileg. Szóval, hogy ezek olyan érdekes kérdések. 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. A Klassz FM-en. 3-4-10 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és jött egy-két SMS a témához, csak hozzászólva. Balázs Léci nem mindig trafikot rabolja, aki legyen például a gyógyszertár. Köszi, Gabi. Nyilván Gabi szegény trafikban dolgozik. Hát igen, de az esetek nagy többségében 15 trafik és egy gyógyszertár, sőt. Bár most már ezek a trafik rablások is mintha csendesülnének. Az első időben, amikor megnyitott minden trafik, akkor volt. Most már úgy kicsit hát kopogjuk le, legalábbis kevesebbet hall az ember. Szerintem, ha az eltévedt golyók megölnek 2-3 embert, akkor nem érdekel senkit, hogy a vadász eddig büntetlen volt. Nem tudja senki, hogy egy perc múlva az az ember kirelő, és a rendőröknek is van családja. Amerikában elég sok rendőrt is lelőnek, ott nem veszik viccnek, ha valaki a zsebébe nyúl. Hát pontosan ezért lázong fél Amerika, igen. Érdekes az eset, hogy joggal lőttek a rendőrök, vagy nem. Rendőr vagyok, semmiben nem változtatott a képzés, évente egy lövészet, semmilyen szituációs gyakorlat, semennyire nem állunk készen az ilyen helyzetek megoldására, nem vagyunk biztonságban ilyen téren. Egy lövészet 7-10 lövés, ezzel mennek az utcára, hogy várható el a higgadság és a pontosság. Igen, ezeket szerettük volna az ORFK-tól megkérdezni, nem igazat adva a bűnözőknek, leginkább nem védve őket, sőt, ha a fegyvert használnak, abszolút mi legyünk biztonságban, és őket lőjék le. Csak hogy kerül ki egy rendőr az utcára, hány órás kiképzés után, hány lövészet után, amíg fegyvert csatol az oldalára, és kimegy minket, állampolgárokat megvédeni. Ez egy érdekes dolog szerintem, hogy lő, mennyit lőtt, mire van kiképezve, milyen tanácsokkal van ellátva, mit tanult, igen, az iskolában. Ezt szerettük volna az ORFK-tól megkérdezni, de holnapra... Szerettük volna, igen, mert hogy jogunk is van ezt tudni, én azt gondolom, állampolgárként. Ezek fontos dolgok. Hál' Isten, itt például ügyesek voltak, jól csinálták, hatástalanították a vadász, de az emberben ilyenkor rengeteg kérdés felmerül. Holnap akkor erre visszatérünk. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma. Vendégünk volt Ősi Attila, egy fiatal és nagyon jól beszélő paleontológus. Humorizáltunk is vele, de közben azért komolyabb dolgokról is beszéltünk. Szép hivatás, mesélt nekünk erről. Szereti. Legalábbis ő. Igen, sok érdekes dolgot megtudtunk erről. És beszéltünk egy cikkről, amelyben az állt, hogy hánytak az utasok egy repülőgépen, ami Izraelből tartott Amerikába, és kényszerleszállást kellett végrehajtani Rómában a repülőnek, mert hogy mindenki rosszul lett. Kiderült, hogy egy csomó minden nem tudunk, azt stewardessek életéről. Igen, és szerintem a kis szakács melegíti lent a csomagtérben az ételeket. És nagyon jól tettük, hogy felvetettük ezt a témát, mert ennek kapcsán felhívtattuk a zuhanyzó Molnár Andit is. Így van, aki egyszer köntösben fogadta a hívásunkat, és elmondta, hogy hát tulajdonképpen mit is csinál egy stewardess, mert hogy ő 2 évig táncos éne előtt, ugye stewardess volt. Ugye? Ha lehet, így mondani. 2 évig táncos komikus volt, szívesen úgy. Egy repülőn. Igen. Eljárta a pecsangát minden reggel egy Airbuson, úgyhogy felhívtuk Molnár Andit, és megkérdeztük, hogy mit kell csinálni egy stewardessnek ebben az esetben. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Volt egy játékunk, még nem a nap hallgatója lesz, hanem egy szponzorált játék, akinek most élőben hívjuk a nyertesét, mert hogy olyan nagy az ajándék. A főnyereményt. A főnyereményt. Egész héten játszottunk, Csabiék is és Piros is, meg itt reggel a Morning Show-ban. A MOL is az Osram közös játéka, és az a fődíj, hogy valakinek a lakásában lecseréljük az összes izzott energiatakarékos LED fényforrást. Wow, Jani megkaphatja a használtakat? Meg. Hála jó Istennek. Hello, jó reggel, ciao. Anett, szia! Igen. Morning Show, hello. Csabi, igen, Jani, hallom. Feri, mi vagyunk, hello. Sziasztok, örülök. Anett, kérlek szépen, a következő a helyzet. Nem tudom, hogy összeszámoltad, de már hány izzó van a lakásod. Én nyertem. Átesztem. Anett. Nagyon szerencsés hetem van. Na, neked fogjuk lecserélni a lakásodban az összes izzót energiatakarékos. Osztán, hát, hogy forrásnál.
Na! Visszatok. Hát ezért. A használtakat a Jani megkaphatja? Persze. Jó. Jaj, de jó, köszi. Már ezt csalgoltam meg itt. Jaj, de jó. Most sötét van nálunk. Sötét van, jól van. Örülünk, mennek majd embereink, és aztán cserélnek mindent, szólnak, hogy mikor mennek. Jó. Hú, nagyon köszönöm, köszönöm. De jó, hagyaték is érdekel. Toll, tollat, fémet, régi mosógépet, mindent átveszek, köszi. Az jó. Sok-sok szoba van, sok izzó van? Másfél szoba, úgyhogy nincs nagy. Jó az. De addig átköltözünk. Addig átköltöztök valahova egy nap alatt. Nap alatt, 3 óra alatt mindent lecserélnek. Köszi, hogy játszottál velünk, és gratulálunk, ügyes vagy. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm. Sziasztok. Hello. Szia. Hello, hello. Szeretem, ha valaki így örül. Az annyira jó. Nem az a, igen, köszönöm, örülök. Ugye? Ez igazi. Helyes volt, igen. Ja, kaptam egy SMS-t Árontól, mondta, hogy hozzá tudott volna szólni a rendőrös témákhoz, mert már rátartott részeg vadászfegyver, de megírtam neki, hogy sok komoly emberekkel beszélve. Nagyon jó. Jól tettem, nem? Nagyon. Csavi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. De jó helyre ment, ezt szeretem én is. Ugye? Igen. Az ember kicsit ilyenkor úgy jobban örül. Érdekes volt ez a játék, mert ugye nekünk benzinkutakra kellett oda telefonálni, ahol teljesen meglepő módon adtak vásárlókat a telefonhoz, akik nem számítottak erre. És hát volt olyan, aki nem is nagyon örült annak, hogy most bekerül a rádióba, és akkor most játszani kell, igen, nemmel válaszolt, de hát Anett ezek szerint nem ez a kategória. Jó, jó, hogy örült. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan, ha mondja, hogy Morning Show övé az ajándékcsomag. Anettnél még mondjuk az is dominált, hogy mi hívtuk, és nem te, tudod? Hát, sokat számít ez is. Ezen is el kell ám gondolkodni. Ha lesz ilyen játék, itt maradsz velem 3 évig. Kösz. Itt. Morning Show. Az mi kell csinálni? Mi van ma reggel? Patent ez a ma reggel? Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Szem vagyok, néhány szor már próbálkoztam, hát van igazság végül is. Van. Na, te lettél a nap hallgatója, akkor régóta vágytál erre is. Örülsz, hogy arról beszélgettünk, hogy kiderült, hogy nem legenda igaz, hogy a repülőn a másodtiszt, vagy az első tiszt és a kapitány soha nem eheti ugyanazt. Vigyázni kellene, hogy egyszerre mind a ketten ételmérkezést kapjanak. Te erre reagáltál, írtál egy vicces SMS-t, azt írtad nekünk, a repülőn nagyon fontos az egyensúly, ha a kapitány népszabiból leszi a zsíros kenyeret, a másodpilóta ugyanezt csak magyar nemzetből teheti, és ezzel te lettél a nap hallgatója. Ez, hogy régóta próbálkozol, ez mit jelent? Hónapok óta? Hát mondhatni. Mondhatni. Na, hát ahogy szoktuk mondani, előbb-utóbb sikerül. A bagyos SMS-t én írtam neked. Hát az bocsánat. Az nap hallgatom. Bahogy mondja Balázsnak, hogy nagy fejű. Ja, ez alapján nem csodálom, hogy nem lettél a nap hallgatója. Én véletlen, hogy ott szavazós volt, tehát véletlen. Jó, hogy csiszoltál rajta. De van, amikor jókat is írsz. A szavazásra nincs baj, ha nem egy ősrégi vicce, az bírjuk, lehet minket osztani nyugodtan. Szem, gratulálunk neked, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy. Köszi. Jó munkát neked. Ciao. Szia. Hello. Csavikám, remek zenék? Remek zenék, és elindul végre a klassz karácsony, lesz játék, és a karácsonyi dalok is, és szeretnék megmutatni egy effektet. Ezzel fogunk megjelölni egy dalt. Nem a karácsonyi dalokat, hanem azt a dalt, amivel aztán meg lehet nyerni a fantasztikus nyereményeket. Uh-huh. Figyelj! Ez a klassz karácsony! Amikor ezt halljuk, akkor az utána következő dalnak a címével, előadójával tessék telefonálni. És egyébként meg Calvin Harris és Ellie Goulding közös klassz slágerét is hozom, az Outside-ot. Te jó vagy! Nyeremény, hegyek meg ilyenek. Őrület. Jó lesz. Még mindig ilyen jó vagy. Hú. Van egy fontos közlekedés, ez ebben a pillanatban jött, hogy gáz van az M1-es autópályán a 91-es kilométernél Győr felé teljes útzár baleset miatt. Ha van friss, akkor küldjetek Csabinak, ő is szereti ezeket beolvasni. Jó, Csabi, jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, ami pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.